Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 15 perccel jó reggelt kívánunk. Újra mindenkinek egy újabb nap, egy újabb reggel és egy újabb morning show. Sziasztok, jó reggelt! Hello! 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 Hello. Jobb egy kicsit így? Jaj, de jó, a fene se tudja. Fene se tudja? Jó, inkább ad rá. Ugye, hogy egy kicsit toljunk rá, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na, mi újság van, minden rendben? Hát minden nem mondom, hogy régen találkoztunk, ezt én mindig megkérdezem, de van, amikor nem történik semmi. Ez lehet, hogy egy olyan reggel lesz. Velem legalábbis semmi, nyugalom, békesség. Minden oké, okay, mindenki van. Be elhussant, kérlek szépen. Olyan, mintha nem is lett volna. Jó volt a tegnap nagyon, hát szegény neked ugye talán kevésbé. De jó, én érdeklődve figyeltem, aztán itt valakivel, azt hiszem Zsüllel beszélgettem, hogy nekem ez a ti korszakotok úgy, ahogy van, kimaradt. Tehát, hogy nálunk vidéken ugye nem volt ilyen televízió. Úgyhogy én nekem azért volt izgalmas a dolog, hogy itt ül ugye öt ember, akik valaha együtt dolgoztak, mert azt a fajta ilyen együttmozgást azt lehetett érezni, de nekem ti televízióban te nem voltatok meg. Én nem tudtam, hogy mi az, hogy Z plusz, meg ilyenek. Hát ez nem volt ott vidéken. Meg ha nem kötötték oda be a kábelt. Nem is kötötték be, meg mi inkább a kocsmába jártunk, ott beszélgettünk, meg nem tudom, ide-oda járogattunk, tehát azért is volt érdekes a dolog. Úgyhogy ennyi, de jó volt hallgatni. Jó volt. Én még délután beszéltem egy-két műsorvezetővel. Igen, nagyon-nagyon jól éreztem azokat, én is magam. Azokat, akiket nem hívtad meg. Nem, akik itt voltak, Hát akik nem voltak itt, azok joggal nem voltak, vagy később jöttek, vagy... Vagy már nem is tartozkodnak egyébként az országban, vagy annyira elkallottak idézőjelben, hogy már nem is nagyon találtuk meg a nyomukat. Tehát, hogy azért... Igen. De tényleg jó volt, hogy itt voltak. A régi Z pluszos műsorvezetők olyan gyorsan elment az egy óra, mintha ilyen 2-5 percet beszélgettünk volna. Közben azért nagyon sok mindenről volt szó, de nagyon gyorsan kérdeztem. Ott a Mónival, hogy egyébként akár a 4 óra is simán kivitelt volna belőle. Nyilván már azért sokan elett vágtak volna magukon, főleg azok, akik tényleg nem tudták hova tenni ezt az időszakot, de szerintem 4 órát is simán kitöltöttünk volna, mert hogy rengeteg sztori volt, és még hazamentem, rengeteget kattogtam rajta, basszus, még így is feküdtem le. Tehát, hogy még így jutottak eszembe, és hogy jártattam rajta az agyamat, újra és újra, még újabb és újabb, vagy hát régebbi élmények jutottak az eszembe, meg lementem a pinyóba, azt megnéztem a kis papírdobozaimat, hogy mi van még otthon ebből az időszakból, és hát megmondom őszintén, hogy egy rakás műsort találtam meg kiírva SVHS-re. Tehát, hogy pont el is gondolkodtam rajta, hogy igen, bedigizem őket, egy csomó. Hát ugye nyilván a saját műsoraimat, az Alter Egót, Zúzdát, Fasírtot, meg ilyeneket archiváltam annak idején, és ezek megvannak még elég jó minőségben, szerintem le is fogom magamnak majd menteni gépre, vagy valami lemezre. És ajándékcsomagok? Azokat is megtaláltad, amiket annak idején elcsaklisztál. Nem mindig voltam olyan, mint amilyennek be vagyok állítva. De van egyébként, hozzáteszem, van, egyszer csináltunk egy olyan műsort, szerintem akkor a Balisben volt, a Vivában, talán pont az Orsinál, nem is, igen, azt hiszem, hogy az Orsi volt, akkor még ott volt műsorvezető, hogy bementünk, és úgy mentem be, hogy csak ilyen Z-pluszos repi cuccok voltak rajtam. De minden. Ja, tudom. De minden. Zokni, rövidnadrág, póló, sapka, óra, mert hogy egy ilyen kis szettet én annak idején elmentettem magamnak, és valószínűleg nincsen belőle senki másnak már az országban, mindenki elkoptat, elhordta, elmosta, stb. Hát de a te gondosságod az vigyáz rá. Úgyhogy, de nagyon-nagyon jó időszak volt, tehát hogy tényleg marha jól éreztük magunkat. Igen, tényleg jó, hogy itt voltak. Sok jó szakember született akkor, mert egyébként azt talán megemlítettük a műsorban, hogy azért nem csak műsorvezetők, hanem egy csomó szerkesztő, későbbi főszerkesztő is ott kezdte bontogatni a szárnyait, akik most nagy kereskedelmi televízióknál, vagy éppen a királynál dolgoznak. Igen, és mindenki ugyanolyan. Filipa maga kis báró jellegével, igen, a kis sejem kis zakocskájában, a kis bársony cipőjében. Bejött a kény úr. A warlord. Ez ugyanolyan vagyok, mint ide mégsem. Igen. Én is műsorvezető vagyok, de nem úgy. Igen, de nem úgy, ahogy ti. A Zsuan maga kis a helyes szétesettségével, a Lilu, a Sanyi, ez a kint is vagyok, bent is vagyok, a helyemen vagyok, de azért kicsit haragszom a világra. Minden, nem én akartam az egészet, és nem én csináltam, és nem én vagyok, és a nevet sem én akartam, és egyébként is utáltam az egészet. Szóval kicsit mindenki azt toltam, mint régen. Igen. Hát, a Filip például mindig külön érkezett. Tehát, hogy persze, amikor mentünk mondjuk egy Z-plusz invázió,
invázióra, akkor nem az volt. Az első Z plusz invázióra például úgy mentünk, hogy egy ilyen volánbuszt, vagy én nem is tudom, mert egy ilyen gyakorlatilag egy konkrét ilyen csuklós buszt, ami járt valahol a forgalomban, vagy a BKV-nál, vagy a Volánnál, díszítettek fel ilyen Z pluszos színekbe. És a buszon, mind a mai napon emlékszem, nem volt fűtés, szétfagytunk rajta. Tehát, hogy, mint tényleg, ahogy szoktuk mondani, hogy mint a vadmalacok így összebújva, hogy nehogy megfagyunk, mentünk az első helyszínre. Filip oda is valami autóval érkezett. Tehát, külön autó, persze, külön autó. Akkor nyilván ő intézte a buszt. Jó lesz a fűtés nélkül, olcsó. Jó, de akkor mi kezdők voltak, ott tűzünk, be kellett fogni a szákat, azt mehetünk azzal, hogy meg megérkezett külön autóval. Persze, jó is volt. Na, majd mindjárt mutatunk belőle egy pici részletet, mert hogy ezt ismételjük. De előtte gyorsan egy-két SMS. Hallgatóink úgy látszik egyre elszántabbak, és ez jó, írjatok nyugodtan, felhúztátok magatokat a sok-sok kikapott meccsen, vagy elvesztett meccsen, és ezért hát úgy néz ki, hogy mindenki szeretne fekete-fehér igennemet játszani, valahogy most sokkal nagyobb a jelentkezés, és többen írtok, mint általában. Úgyhogy nem sokára majd hívunk valakit. Bali, mi a fene van Gyokoval? Kérdezi valaki. Na, mi van? Mi történt Gyokoval? Én most teljesen leestem, pedig ez a Monte Carlo, ez egy olyan szép hely. Nem nézem most ezt a Monte Carlo, mert nagyon sok dolgom van, meg nagyon sok mindent csinálok. Kikapott Gyoko esetleg? Nem tudom, sugjatok. Írja meg a hallgató. Nem tudjuk. Igen, csak az OC érdekel. igen. Ha valaki hát őre azért tehetsz nyugodtan. Igen. Nem fizetnek. Most kíváncsi lennék, hogy ki verte meg. Nem biztos, hogy megverték, csak lehet, hogy nyögdécsel egy kicsit. Én azt látom, hogy még azért Federer ben van, Wawrinka ben van. Nyögdécselő Djokovicsra nem vagyok annyira. ott lehet pénzt keresni. Megteszed ellene. Meglepő vereséget szenvedett Novák Djokovic. Akkor ezek szerint kikapott. A betyár úristenit. Elfáradt biztos. Meghúzódott a háta. Mit tudom én. Mindjárt olvasok. Nem tudom, utána olvasok. Jó, nem tudom. Nagy név nem lehetett igazán, mert ebben a szakaszában a tornának még nagyon nevek nem kerülnek össze. Tehát nagyon erős kiemelt nem lehetett. Majd mindjárt megnézzük, és akkor mondom. Na, azt mondja egy-két SMS, Filip tésztahaját se felejtsük el. Hát ezt mondom, erről beszéltünk, igen, ugyanaz. Kiesett a Barcelona, kérdezem én honnan. Hát valami foci sztori lehet szerintem. A BL-ből? BL-ből kiesett volna a Barcelona. Azért ez nem gyenge sztori. Picit most úgy tűnik, hogy leestünk mi is a lóról, hogy kicsit ilyenekről nem hallottunk. Veszelitől. Azért Cristiano Ronaldo, szóval legyünk őszinték azért, hogy az egész csapatot a hátán viszi, és 0-2-ről egy emberként megfordítja. Ez nyilván kell egy Real Madrid, meg kell, hogy kapja a labdát. De azért 0-2-ről egy emberként mesterhármas rúgni egy BL visszavágón, hát szóval azért őt lehet utálni. Meg, hogy tényleg egy nagy képű, meg nem igen, tudom. Lehet szinkelni, hogy önimádó, hogy hívják, ha nincs meg a megfelelő smink, nincs meg a megfelelő haj, nincsen minden skatójába kiúzva is. De ha megvan, de azért kimész és egyedül ülsz hármat úgy, hogy megfordítod a 0-2-t, amit kikaptál, és ezért tovább jutatod a csapatodat, szóval azért az elképesztő. Persze, mert tömik labdával. Jó, hát a csapat nélkül ebbe is van valami, de hát azért valljuk be őszintén. Igen, azért Torgellit is tömték labdával, tehát hogy mégsem. Igen, és többe is pattant a hátáról. Szeretjük őt, nem akarjuk. Nem akarjuk bántani. Cseh játékos, ő volt. Ő kapott ki. Igen. Top 100-as játékos, tehát hogy mondom meg, tehát top 50-es is. Mondom az ócot. Mennyi volt? 23-szoros. Az a durva, hogy már az előző meccsén is úgy vesztett el egy szettet, hogy arra felkaptam a fejemben, azt hiszem 6-2-re vagy 6-3-ra kikapott, és mondom, mi a fene van Gyokóval? De aztán fordított. Tehát, hogy Gyokóra nem lehetett annyit rakni, amennyi pénzt hozzon, 1-0-1 volt. De egy kilót földobsz rá, azért ez. Jó, de ki mer, persze. Jó, de ki nem raksz föl rá ellene, persze. Na, mutatjuk, mi történt velünk tegnap. Itt voltak az E-pluszos műsorvezetők, úgyhogy ebből ismétlünk egy picit. Közben jönnek már az SMS-ek, készen állok a győzelemre. Ilyeneket kapunk, nagyon jó. Küzdenék fekete-fehérben, most elverlek benneteket, arcoskodtatok, most hikaptok. Rendben van, valakit nem sokára visszahívunk, de előtte megmutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Figyeljetek csak, volt az első találkozásoknak, volt egy ilyen meeting, hogy kinek mi legyen a neve, mert én sose értettem ezt a a Filipet. Volt. Ezt kitaláltátok? És te miért nem kaptál? Az a Balázs és trend. Ne, aztán a Balázs annyira nyomorult, hogy maradjon úgy. Balázs miért nem kapott? Mert a Balázs egy vállalható név, de én Ildikó Magdolna vagyok. Érted? Az egy VJ-nek az mi? VJ Kálmán. VJ Kálmán. Nem, az erős lett volna, azért valljuk. Kálmán és Magdolna.
Bandi. A Filipnek volt egyszer egyébként egy olyan ötlete, hogy én legyek VJ Bunny, mert hogy ugye az én vezeték nevem az Nyúl, és akkor így azt mondtuk, hogy hát azt talán nem, és akkor így jelentkeztem, hogy... De ezzel később viszont felnőtt filmezni tudtál volna. De nem erre a kategóriára gondoltunk akkor, és akkor így mondtam az akkori vezetőknek, nem lehetnék, hogy a Zsuzsiból az elejét tartsuk meg, hogy Zsú, és akkor mindegy, nagyon jó, szuper, és akkor így az így rajta. De nagyon beleszólásunk nem volt, tehát akkor azt kellett csinálni, amit mondtam. Most ennyi idő után el kell áruljak valamit, tehát a Leventével, Málnai B. Leventével, aki akkor a vezérigazgató volt, és akivel annó mi együtt kezdtük le ezt az egész tévét csinálni. Én hosszasan győzködtem, hogy téged Kevinnek. Kevin vagyok a megállóban. És én nem tudom, hogy maradhattam Balázs egyébként. Tehát nem, egyszerűen nem emlékszem. Iszonyú mázlid volt. Iszonyú mázli volt akkor, igen. Én hordozom öreg asszonykoromig. Hát ezt soha nem veszed. Igen, de hát Sanyi, te is tiltakoztál az Alex névelen nagyon sokáig. Hiába protestáltam, hiába. Ugyanis egyetlen egy érve volt a szóban forgó Leventének, aki ugye akkor a főnökünk volt, ő azt mondta, hogy hát nagyon jó a Nagy Sanyi, mert én egybeírva kisbetűvel én ezt szerettem volna. És soha az életben nem hívott senki Alexnek. Nem csak mondod, de hát Alex az egy írszettehez méltóan érszettehez. Egyébként az lehet Lexinek becsézni. Hát én így lettem három évig Lexi, és az volt a döntőért, hogy hát nálunk, tudod, Alex, mert ők már akkor így konzekvensen így hívtak, nálunk ezek a nevek jöttek be, mint Jeanette, Betty, Philip, és hidd el, hogy az Alex legalább olyan European is trendy. Igen, ja, akkor jó, imádta, ezt nagyon szerette. Egyébként sajnos nem sokat tudunk beszélgetni Sanyival, mert ma forgat egy Opel Bontóban is. Castingra emlékeztek, hogy kit hova hívtak castingolni? Vagy kinek mit kellett csinálni? Én rád is emlékszem. Te emlékszel a castingon? Én emlékszem rád, Balázs, mert mi a Timár utcában voltunk castingon. Egy akkori SZDSZ-es művelődési házban. Így van. És... Emlékszem, hogy rengetegen voltak, és leültem egy helyre, és volt egy kisebb társaság, ott volt egy ilyen nagy szőkefejű gyerek, aki mindig mindenkin röhögött a haverjével együtt, és akkor kiderült, hogy ez a srác, ez valóban nagyon tehetséges. Hát akkor még nem. Akkor hát még, igen, aztán akkor még azért, de valaki így... csak látta bennem. Tehát, hogy egyszerűen nem lehetett nem észrevenni téged, ezt akarom csak mondani, hogy úgy nagyon kitűntél a többiek közül, hogy... Én egyáltalán nem emlékszem rád. Hát jó, nyilván. Nem baj. Utána egyre inkább leégtem az emlékezetet. De Balázs, de 20 évből csak magára emlékszik, hogy ezt neved magadra. Miután mit csináltál először? Nem tudom, én annyira rosszul voltam, hogy engem mindenből kivettek. Úgyhogy valahogy bejutottál, oda kerültél, majd mindenből kivettek. És aztán utána, amikor már a küszöbén voltam annak, hogy eltanácsoljanak, akkor találta ki a PR, hogy legyen a Mizu is. És akkor a Mizu is egyszer csak elkezdett működni. Engem egyébként szerkesztett a Jani. Komolyan? Azt, hogy szeretném elmondani, a Alter Ego című műsorban. Valahogy a diszkó mellett az alternatív zene is megtalált engem. Ennek mondjuk kicsit azért jobban örültem bizonyos szempontból. És a Jani szerkesztett engem. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy rendkívül precíz szerkesztő volt. Tehát ő volt az, aki mindig pontosan megírta a szövegeimet. Én arra emlékszem, hogy már mindenki máshol volt. Ilyen 2002-2003 környékén. Te már TV2-ztél, te már elmentél RTL-ezni, te már Filip belefolytával még egészen másba, Sanyi már csinált mást, és én ott egészen álltam. Másnak. Ez egészen más, ezt tetszik. Ez nagyon PC. Mondod már, hogy te már akkor ott voltál a Kossuth téren. Igen. Számoltad, hogy hányan vagy tanultál. És álltam, és mondta a Prigulec, hogy menjek megállott forgatni. És már mindenki másról volt, és azon gondolkoztam, hogy a büdös életben nem fog engem innen elhívni soha semmelyik csatorna. Jani, aztán téged is kirúgtak, ugye? Be, nem, én kirúgattam magam. Tehát én elég sokat tettem azért, hogy ne dolgozzak az Étplusznál. Igen, tehát nem volt egyszerű, mert gyakorlatilag három utolsó esélyt kaptam. Ide, hogyha hallgató, hogy valljátok be az Étplusz osztálytalálkozót, azért hoztátok, hiszen, hogy Filipnél feltűnés nélkül lobbizzatok a Frekiért. Úristen, gyere vagy! Nagyon jó! Erről beszélünk, hogy közeledik a november 24-ke telefonszámot. This is... Previously on Morning Show. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Egy perc múlva pontosan. 6:30, itt vagyunk.
Na hát, ez történt velünk tegnap többek között. Ugye itt voltak a régi anno Z pluszos műsorvezetők. Mindenki vállalta, és mindenki eljött. És akiket délután föl kellett hívjad, ott a bocsánatkérést elfogadták. Az elmúlt évekért. Egészen visszafogott voltam én. Nem volt ez, nem volt ez annyira durva. Egyébként hagytad így az eseményeket. A hallgató voltál egy kicsit. Tegnap? Igen. Igen, hát azért kell, igen, azért. Ja. De kíváncsi voltam rájuk, persze. Ha van valódi érdeklődés, el tudok hallgatni. Ez nekünk szólt, János. Akkor te jössz tízig. Csöndben vagyok én, ha hallom és érzem, hogy a másik tényleg tud valamiről beszélni. Nem, jó volt őket hallani, meg hát ezer éve nem találkoztam egy csomó mindenkivel. Na, hogy állunk játékkal? Mi a helyzet? Mennyi van? 3-0. Tegnap ugye egy kétes kimenetelő volt, aztán meghallgattuk és rájöttünk, hogy nem annyira kétes. Bemondott egy ige, ugye? Ige. És erre valaki írt, hogy küldjünk el neki egy bögöt, ugye a bögre helyett. Úgyhogy el kellett, hogy vegyük tőle, mert hogy kimondta. De ez ne riasszon el senkit, mert várjuk azon vállalkozó szemű hallgatóinkat, akik tényleg tudnak, akarnak és mernek velünk úgy játszani, hogy le is győznek bennünket. Sok az arcoskodó SMS, hát megpróbálunk megint valaki jöhet visszaívni, akiről tényleg azt gondoljuk, hogy bátor. Úgyhogy írjatok, még van idő. Jó, fél hét van pontosan, jelentkezzetek játékra, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc van pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és mindjárt játszunk. Csak gyorsan előtte egy-két közlekedési hír, hogy mi helyzet az utakon, nézzük meg. M1-es 87-es kilométerénél trafi most élesítik, a Győr felé tartókat mérik. Norbicska küldte nekünk. Kicsinálok benneteket, mint kozmetikusan, mit teszel? Azt a húgyat, hasonlat ez. Azt a ezt még nem hallottam, de tetszett. Na, jól van. Oké, egyelőre ennyi a közlekedés. Nincs több, azt látom, hogy mindenhol minden rendben van. Illetve van még egy trafink Győr felé vezető úton a 87-es kilométernél. Kint áll a háromlábú. Kicsi írta nekünk Erdélyből. Köszönjük szépen. Na nézzük akkor, hogy kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, szia. Zsolti, ugye jól mondom, Zsolti, hello. Így van, így van. Zsolti, honnan hívtál minket? Tapolcáról. Tapolcáról. Egy gyárból, egy autóipari gyárból, éppen dolgozok. Mit csinálsz? Légzsákokhoz betétet. Ó! Oh. Akkor beszállítok vagytok, tehát nem az egész kocsit csináljátok, hanem csak így ilyen. Van, így van. Különféle autóalkatrészeket gyártunk. Nagyon jó. És jó, egy bizonyos autó, igen, egy bizonyos autó, vagy sok autónak csináltok sokféle légzsákot? Egyfajta légzsák, amit én gyártok, de az sok autóba megy. Sok autóba megy. Na jól van. Ezek az nagyon beteg dolgot látunk a tévében. Úgy de jó. Igen, de jó. Ők nagyon ráérnek. Úristen, de beteg. Elmondom, Zsolti, csak hogy te is tudnálunk, hogy megy mindig a tévé, és a következőt látjuk, fölállítottak egy matrac dominót. Álló matracokat képzeljetek el, ahol ugye, amin alszunk. Tehát ezek a 140x200-as matracok. Minden matrac előtt áll egy ember, és ők a dominó. És hogy hátradől egy ember a matraccal, az eldönti a mögötte lévő álló embert, aki szintén áll egy matraccal. De hogy ez nem húz nagy darab, hanem kövér amerikai a kék pólóban dőlnek el, mint a dominók matraccal a hátuk mögött. Teljesen beteg. És vannak vagy 300-an. Őrületesen beteg. Életecsek dominók ágymatraccal. Zsoltikám, kivel szeretnél játszani? János, szeretném nagyon átpokítani. Zsolti. Ez a beszél. Köszönöm szépen. Szatyi írja, Balázs, kimondtad az igen. Szatyi, imádom meg az is esemeseit. Szatyi, tiéd az ajándékcsomag. Zsoltikám, csak jár oda. De megadom a lehetőséget azért, hogy a János feladhassa is. Rögtön megkapom az ajándékcsomagot. Ja, igen. Lehetőséget felajánlom. Jó, ja, csapjál oda, jó? Na. Legyél ügyes ezt. Kívánjuk, indítjuk az órát, 3-2-1, tessék. Zsolti, készültél kérdésekkel? Készültem végsősorban, hogy szeretnék köszön is kérdezni a lehetséget. Kérdezz, parancsolj. Ismered a Tapolcát és környékét, ezen az esetben. Kedvelem, kedvelem, nagyon jó hely. Te tapolcai vagy? Vagy csak de ott dolgozol? Tapolcai vagy? Itt lakok, és itt is dolgozok. Régóta? Született tapolcai vagy? Abszolút született. Született tapolcai Zsolti vagy? Így van. Akkor a tavasbarlang nyilván alap. Természetesen. Bár megmondom, hogy szintén nagyon régen voltam ott. Mikor? És elvileg fel is újították. Gyerekkorodban? Talán így van, olyan másodikas lehettem akkor. Jaj, de olyan 8 éves? 8 éves voltál kb. Ugye? 8. Körülbelül 8 vagy 9. 8 vagy 9, aha. Az általános iskolát is Tapolcán végezted?
Mindent. Mindent? Kivétel nélkül? Középiskola, kivétel nélkül. Főiskolát is? Főiskola sajnos kimaradt pénz hiányában. Én nagyon szeretem volna elmenni. Srácok. Ó, gyerekek, hát azt kell, hogy mondjuk, hogy az utóbbi hetek egyik legjobb játéka mindkét részről. Jani részéről is, Zsolti részéről is. Úristen, hát koncentrálnom kellett, olyan adókapok volt, hogy te jó lenne, ha minden nap így tudnánk játszani. Bizony. Zsolti. Hát köszönöm, köszönöm. Egy óriási taksz neked. És mind a kettőtök megérdemli, mert nagyon nagy meccs volt. Tehát Jani folyamatosan próbált szurkálni. Zsolti nem jutott szóhoz, Jani hárított, visszakérdezett, Zsolti mondta. Fú, de jó játék nem volt. Nem esetlen volt, Zsolti. Hát ez végre valaki örül is. Igen, ez ennek a játéknak a nap pillanatait idézi. Köszönöm. Köszönöm. És Zsolti, köszönöm szépen, hogy egymásba potlottunk. Én köszönöm. Zsoltikám. 2011 óta minden adást hallgatok, úgyhogy végre én kerültem sorra. Mondjuk kivártad. Szóval a kutyafádat azért kivártad. Azt a mindenit neki. Most még rátekerhetek a musicra. A mindenit neki. Volt türelmet hozzá azért. Ennyit fárni. Fú, az utóbbi, hát nem túlzok, szerintem az utóbbi hónapok egyik legjobb játéka mindkét részről, tényleg. Szóval ez milyen jó lenne. Szerint a régi fényét igen. Idézte ennek a játéknak. Régen ez ilyen volt, drága hallgatók, akik mostanában hallgatjátok ezt a játékot. Mi valamikor ezért kezdtük el egy ilyen játékért. Nagy csatákat akartunk, mindig nagy beszélgetéseket, jó volt. Jó, hát ez voltatok. Igen, nagyon jók voltatok mind a ketten. Zsoltikám, küldjük az ajándék csomagot, jó? Köszönöm szépen, üzenem a hallgatóknak, hogy nem mondtam ki semmilyen seget. Nem, én annyira figyeltem, amit Ferivel egymásra néztünk, hogy adok kapok, mondom, te nézed, én is hallgatom, igen, próbáltuk követni, de egy tűzi játék volt, jó nem? Volt. Hú, jó nagyon, volt. Tényleg nagyon jó volt. Az év játéka írják a hallgatók, de tényleg, megérdemlitek. Küldjük, jó? Zsolti, köszönöm. Köszönöm szépen. Ciao, ciao. Szia. Hello. Fú, elfelejtettem megkezdeni, nincs egy tesód, vagy anyád, vagy apád. Valaki, aki holnap is játszana. Ha tegyük adásba a komplet rokonságot. Egy vérrokon. Úristen, de ügyes volt. Na hát, drága hallgatók, ti, akik tényleg pár hónapja hallgattok esetleg, ez a játék valamikor ilyen volt. Higgyetek bennünk, mi ezt ezért indítottuk el. Ez a játék igen így szólt. Kimondta a nemet? Nem mondta ki. De nem mondott ki semmit. Nem mondta ki, igen. 6 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Óra után 9 perccel itt vagyunk, egy jó kis Randy MC után, jó reggelt minden Morning Show hallgatónak. Marad a jó idő, többen kérdezitek, hogy mire lehet számítani. Kicsit szelesebb lesz az időjárás, egy pici lehűlés jön, és aztán majd kevéske kis ború is lesz majd, és utána érkezik a jó idő, olyannyira, hogy szombat vasárnapra 24-26 fokot mondanak. Az jó. Ami azt jelenti, hogy lesz egy kis szél nyilván, és talán némi felhő is, de gyönyörű idő lesz ennek ellenére, és jövő hétfőn jön majd egy hidegfront, ami viszont visszahűti a kedélyeket és a hőmérsékletet, és ilyen 18-20-ra, tehát az se vészes egyébként. Nem baj, jöjjön csak a hidegfront, az a lényeg, hogy május elején legyen jó idő, amikor is ugye turnéra. Áj, de jó lesz. Turnéra indulunk május 9-én. Szombathelyen fogunk kezdeni. Így van, ha minden igaz, akkor ott kezdünk majd május 9-én. Szombathelyem. Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két közlekedési hír, amivel tudunk esetleg segíteni. Ne nekem köszönjétek ezt a számot Otinak, nem én voltam, ez bent volt. Uh-huh. M35-ös pihenőnél Budapest felé mérnek a rendőrök, ez a Prodi pihenőnél van. 11-esen befelé Békásmegyernél a Hév átjárónál egy lerobbant kadett tartja fel a sort, Gulcsi küldenek. M1-es 87-es kilométerkő nincs trafik, köszönjük, valamint M6-os Pécs felé a 18-as kilométernél a belső sávban kutyát ütöttek, mindenki vigyázzon. Trafi a 150-esen Mosonmagyaróváron a szervíznél, ezt Gábor küldte nekünk, mérnek Vácelein. A tüzétnél óvatosan menjen mindenki. A Pozsonyi úton Mosonmagyaróváron a Supertransporterből Supertrafi Zsike írta nekünk, és Dabason a Molkútnál kint a kamera. Köszönjük szépen. Képzeljétek el, meghozták a kukáimat. Oh, na, mi az, hogy meghozták? Hát,
az volt eddig, hogy be kell menni valami címre, amit nem tudunk, ugye tegnap már mindenki megírt, vagy tegnap előtt neked be kell menned, és akkor kapsz egy sárga, meg egy kis kukát, hogy legyen szelektíven. Igen. Mi az, hogy meghoztál? Nánásiék, doszpoték, bocskori, kivitel. Ki volt ilyen jó fel? Képzeljétek el, hogy ugye beszéltem arról, hogy már egy szomszéd is bedobott egy papírt arról, hogy hol lehet ezeket a kukákat átvenni, ugye, mert hogy ott nálam már mindenki szelektíven gyűjt, és már csak én voltam az egyetlen kilógó ember, akire úgy néztek az utcában, hogy hát olmot a fülébe, és tényleg feszítsék meg, és négy vármegyére tegyék fel a testét, hogy lássa mindenki. A gyerekeikkel sétálóan unokák rángatták arrébb a kölyköt a kezükben, fogad, elnézd oda, ne köszönj vissza! Bűnös, hogy vannak abban a házban. És tegnap megjelent egy delegáció házunk előtt, én nem voltam otthon, és többen a tűzoltó zenekar. Mikit hívtak valaki, aki éppen otthon volt, hogy többen állnak a ház előtt, és meghozták táblákkal a kukákat. Tüntetők. Aki otthon volt, az azt mondta Vikinek, hogy szerintem megjöttek az önkormányzattól, mit csináljon. És kérdezte, nem az önkormányzat jöttek, vagy az is lehet, hanem a kukákat hozták meg, vagy a szállító cég, akik egyébként ugye ott voltak, és a kukákat értékesítették, tőlük kellett átvenni, vagy maga az önkormányzat, és annak, hogy a dolgozók kiszállították a kukákat. Hát, vagy már... hát még van bennük jó érzés. Aha, hát vagy jó érzés van bennük, hogy már eladták a telephelyet valakinek, és ez az egyetlen cucc volt, ami foglalta még a helyet, és az új tulajdonos gondolta, hogy vigyék már oda, hova való. Igen. Aki ott volt, azt mondta, hogy az önkormányzattól mentek. Tehát, hogy az önkormányzat volt olyan rendes, hogy kihozta saját kezüleg a kukákat. Hát volt egy ilyen mondat, hogy jó napot kívánok, a polgármester vagyok? Mert akkor... Polgi nem volt. Polgi nem volt. Szerintem megunták ezt a picsogást, amit én itt végzek, és azt mondták, hogy na jó, ide figyelj, egy ilyen hülye vagy, hogy elhagyod a papír, meg nem vagy hajlandó kettő darab kukát átvenni, és nem tudod, hol kell, akkor nem vagy neked, hajlandó, csak... nem találtál oda, ott köröztél, te mesélted, tehát ott köröztél a telephely mellett, de bemenni nem tudtál. Aha, igen, jó, nem találtam. Igen. Jó, de valahogy mindenki másnak sikerült bejutni a telephelyre. Mindenki más elhozta. Jó, én eleve elmentem egy telephelyre, nem biztos, hogy jó telephelyre mentem. Kerestem valamit, amit nem biztos, hogy ott kellett keresnem. Tehát, hogy én emlékezetből mentem arra a telephelyre. És azt mondták, hogy megunták, hogy picsogok a rádióban. Ez tök jó. És ezért kihozták a kukákat, úgyhogy gyönyörű szép műanyag kukáim vannak kék tetővel, gyönyörű szép kuka sárga tetővel. Hát, benn vannak a garázs hátuljában, ott is fognak elrohadni. Majd megy a személyt ugyanúgy. Ismerős ez az érzés. Hát igen, nálunk eddig ugye nem gyűjtötték szelektíven, volt rá lehetőséget, hogy gyűjtsed, mert voltak ezek a hatalmas nagy ilyen fémkonténerek, de mindig elképesztő kupleráj, mosógép lerakva mellé, kartondobozok, tehát ott nem volt kedved egyszerűen megállni, mert koszban úszott az egész. Meg nagyon puha az erdő szélén, a föld tök könnyű ásni. Az meg a másik, hogy a festékes vödreimet mindig elástam az erdőben a használt ürőgarnitúrával és a babakocsival együtt. Legalább elástad, akkor az már jó. Tehát ez az tök jó volt. A régi hűtőben. Igen. Azt tudod, melyik a kék meg a sárga? Tehát, hogy minden tudok, papír, műanyag, minden tudok. Kaptál az a felvilágosítót? Nem, a gyereknek tanítottam valamelyik nap már ezt így könyvből, meg ők tanulják az oviba, meg van egy ilyen almadal, és akkor jönnek a szuperkukák, és akkor ott van, hogy a kék mit kér, a sárga mit kér, tudod, a zöld mit kér, hova dobod az üveget, és a gyerek ezt imádja, és mindig megyünk el a szelektív mellett, és akkor én csak azt mondom, hogy Benni sárga, és azonnal mondja. Kék, és azonnal mondja. És ez így valahogy beivódott, úgyhogy annyira tudom, hogy tegnap bele is tettem a sima kommunális hulladékot, mert kukába és várom most. És tökre örülök, mert egy kuka helyett három kukát tudok most már megtölteni, rendes kommunális hulladék. Egy kis fémet. Bele kell fél kiló sittet. Némi abort. 6 kiló lapos elemet, amit gyűjtöttünk már, nem tudtuk hova tenni, féltünk kidobni, hogy abból baj lesz, 3 darab akkumulátort. Nem, nyilván nem, drága. Igazi profiként ez abszolút. Megoldottuk, úgyhogy Bali belépett a tudatos szelektív gyűjtők táborába, és mostantól kezdve szortírozunk. És mit mondott az önkori, hogyha ezután bármilyen kapcsolatban picsogsz, azt megoldják? Tehát, hogy jaj, nem vagyok ezen nagyon önkormányzatra bejáró, és állandóan ott kér, adjatok ilyet, intézzétek el, kössétek be a UPC-t, nem tudom, tegyetek be, tont az inkább azzal, óvatos üzenetekkel. Sokkal inkább kiasználom a nyilvánosságot a rádióban, és hát most nagyon sok gödör ott az utcánkban. Itt mindig van vonal. Most egy picit azon gondolkozom, hogy de jó lenne megcsinálnak az utcát, mert tele vagyunk gödörrel. De nem akarok én, nem lesz semmi. Nagyon kátyús. Nem, annak örülünk, hogy kátyús, nem? De az jó, mert akkor viszont nem mennek gyorsan az autó. Igen. Én mindenkit lebeszélek arról,
volt. Meg nem a saját autódat félted, hanem nyilván a kukás autót, ami majd jön a szelektív hulladékodért. Érted, a sokágyú tönkreteti azt a járművet. De az meg a másik. De most ilyen, ez valaki ellenőrzi egyébként? Még. Persze. Ez, hogy én mondjuk elkezdem megtölteni műanyaggal, majd ráteszek valamit, és a végén megint műanyagot teszek rá, ezt valaki megnézi, senki nem nézi meg egyébként. Nem akarok ilyet csinálni, csak kérdezem. Belenéznek azért túrni. Kell beletenni egy zacskót, külön zacskót, nem, hát, nem kell, ugye? Tehát hát, ahogy beborítja, akkor ott meg már nem látja. Tehát ahol belegondolsz, a tetejét látja a kukádnak, ugye? Igen. Hogy mondjuk a felső sor, akkor hát nem az túl belegondolom. Beakasztja. Az egészet nem fogja, de egyébként árulkodó lehet a súly. Aha. Mi jártunk úgy, most nem régen, mondjuk nem a szelektívvel, hogy nem vitték el, de a súly azért árulkodó lehet. Igen, tehát mondjuk a papírnál vagy a műanyagnál ugye azért nem bírják ketten megemelni a kukát, mert tényleg egy vaságy van benne rugókkal, és még kar is tudod. Ha az egészet megtöltött színültig összenyomott fémitalos dobozokkal, akkor se lesz az 30 kiló. Aha. Tehát, hogy azért az árulkodó lehet, de egyébként én meg azt gondolom, hogy elég nagy gyökérség lenne, hogyha belerakna bárki bármit, olyat, ami nem oda tartozik. Tehát, hogy azért... De ez egy jó dolog. Látunk már karomvarjút, persze, de hát... Az... Mire a szelektív hulladékgyűjtés is azt gondolják, hogy mi ott vannak ezek a nagy konténerek, így bármit le lehet rakni mellé. Ez egy ilyen mentális magyar betegség, hogy valahogy, mivel az is baromi nagy, meg baromi sok van belőle, 3-4, egy fehér, egy kék, egy sárga, egy zöld, oda viszed mellé a hűtőt, ott hagyod, éjszaka leraksz két festékesvödőt, és ezért azt látod, hogy a szelektív gyűjtőhelynek... Amelyek a legtisztább, legszebb helynek kéne lenni, romos, koszos, tele van pakolva mindennel, mert az ember agya úgy működik, hogy túl nagy már, ő is lerakta, én is lerakom. Onnan úgyis elviszik, ott szelektíven gyűjti minden. És az a durva egyébként, hogy azt mondod, hogy egy este, és képzeljétek el, hogy nem. Most egy két héttel ezelőtt egy ilyen környezetvédelmi filmpályázatban zsűrizek, és oda készítettem egy ilyen kis felhívót. Miközben készítettem ott a kis selfie botomról, a kamerával a felvételt, később vettem észre, amikor visszanéztem a felvételeket, hogy amíg én mondtam fel a kis szövegemet, ami arról szólt, hogy hányan gyűjtik egyébként szelektíven hulladékot az országban, és hogy egyébként hogy néz ki ez az egész, mert azért választottam magát a helyszínt, mert úgy nézett ki, hogy most Balázs az előbb lefestett a dolgot, tehát tényleg minden volt ott, a festékesvödrön keresztül a hűtőn át, egészen az autógumig minden. És miközben én ott forgattam, közben a szemben lakó ember odament, és odahozott két festékesvödröt, meg némi hungarocelt, és így le aha. A földre. Hogy már az se zavarja, hogy előtte van, tehát hogy 20 méterre van tőle a szelektív gyűjtő udvar, ami egyébként úgy néz ki, mint egy ilyen ótvar szeméttelep. Az se zavarja, hogy más látja, hogy olyasmit viszed, aminek ott semmi keresni valója nincsen. És egyébként ez is köztudott, hogy az FKF-nek például ez ilyen milliárdokat jelent évente, hogy aztán ezt a szemetet megint újra ők szétválogassák, tehát olyan, és neked kellene szétválogatni, hogy ezen megkönnyítsd az újrafeldolgozást. Ehelyett az van, hogy te nem válogatod szét, és neki kell utána szétválogatni, hogy minden a helyére menjen. De a festékes vödör például hova tartozik? Az erdőbe. Az erdő bejáratához. Az erdő bejárat és veszélyes hulladék. Mit csinálok a veszélyes hulladékkal? Én magam fogom kivinni valahova? Van olyan, tehát egy kerületénként is mindig van nálunk, például azt hiszem, hogy évente egyszer van egy olyan alkalom, amikor ezt egy meghatározott helyre viheted oda, és akkor ott akkor begyűjtik. Ha meg évközben szeretném tőle megszabadulni, akkor vannak a szeretik hulladékgyűjtő udvarok, ezekből több is van. Oda elviszed, és akkor minden további nélkül átveszik. De hát úgyis jön a kukás autó, érted, minden héten a szelektív szigethez, oda leteszem, azt ők el tudják vinni. Aha, de nem tudják ezek szerint elvinni. Ne, hát nem, hát közük nincs hozzá, ráadásul ugye ő abban az autóban csak egy bizonyos fajta akár hulladékot tárolhat. Tehát a papíros nem viheti el a műanyagot, a műanyagos nem viheti el a papírt. Na jó, de hát szóljon a haverjának, jön új autóval, és akkor ő elviszi a festéges vödröt, hát, nem? Pont így gondolkodnak. Ő is, aki rajta van a felvételen. Jó, nem hihetetlen. Na, szóval megjött ez a lényeg. Gyerekek, köszönöm szépen mindenkinek, aki hozta. Használatba állítjuk a kukákat. Mi van a kulkával? Tudtok valamit? Hát, van valakinek valamilyen friss infója róla? Hát ez elképesztő. Hát a legfrissebb információval kapcsolatban ugye az volt, hogy az életműtő műtét, amit végre kellett hajtani rajta, az sikeres volt, az állapota stabilizálódott, túl van az életveszélyen, és most egyelőre pihen. Hát aki nem tudja, kedden este került a kórházba, ugye stroke gyanúja volt. Gyanúval bevitték a Honvédba, onnan átvitték, ugye aztán talán az amerikai útra, vagy nem tudom, hogy hova. Így van, most ilyen kicsit bulváros találgatás van.
tehát az már ugye, hogy az közvetlen életveszélyen túl van, azt ugye megtudtuk, de most az van, hogy állítólag ilyenkor látásvesztés, beszédvesztés. Hát attól függ, milyen központot ért, igen. És hogy a betegek egy része, aki ezen túl van, az 100%-osan felgyógyul, de van, akinek bizony ilyen károsodása van, úgyhogy most ezért kell szerintem nagyon-nagyon szorítani. Én nagyon drukkolok neki, hát meg szerintem sokan, szóval nagyon kedveljük őt, és nagyon-nagyon szorítunk neki, reméljük, hogy minél előbb meggyógyul. Ez szörnyű, sportolt, diétázott, odafigyelt, tehát, hogy valahogy van a természetnek egyfajta törvényszerűsége, nem? Amit egyszer nem tudsz kikerülni, basszus. És 57 éves, igen, és hogy az a durva, hogy itt vagy, élsz, dolgozol, és a következő pillanatban egyszerűen ott fekszel. És teljesen megmagyarázhatatlan, semmiféle előjele nincsen. Jól vagy, fiatal vagy, éled az életedet. 57 évesen azért, hát ez nagyon rettenetesen fiatal ahhoz, hogy ez ilyen történjen. Sajnos ebben a korban a férfiak már ugye veszélyeztetettek meg. Meg a mi múlik kérdés merül föl benned azonnal, hogy a fene vigye el, én most ugye eldobtam minden magamtól, lehet, hogy hagyjam a francba az egészet, vagy bárki, aki így gondolkozik, érted, hogy mi múlik, hogy be van nyomva tényleg a rajszög mindenki életébe, hogy itt a vége. Igen, szerintem és igen. Bármit csinálsz, az akkor is ott lesz. Vagy mondjuk 5 év, vagy mondjuk a kulka leszokott a cigiről, és elkezdett mozogni, és lefogyott. 52 évesen már stroke megjött volna, most 57-ig kibírta. Hogy van ezek ez? Ezek a legnehezebb kérdések, nem igen. Tudom. Ezt én sem tudom megválaszolni. Én is nagyon sokat gondolkozom ezen, és olvasok egy ilyet, és egyre jobban megérinti az embert, hogy tényleg derültékből a villámcsapás, mert azért bulizol, dohányzol, nem sportolsz, nem csinálsz semmit, elhanyagolod magad, abban tényleg jobban benne van. Hogy még sincs jobban benne. És lehet, hogy még sincs jobban benne. Tehát mert láttam 90 éves embert. Igen. Aki... De mindig vannak ilyen érvek. Tehát mindig valaki látott valahol egy olyan 80-90 éves embert, aki egész életemben ivott, dohányzott és szalonnázott, és akkor az mégis. És, de ez nem biztos, hogy rád is vonatkozik, hogy rád is igaz. Hát ahány ember, annyiféle genetika, annyiféle rizikofaktor. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azt gondolom, abban próbálok meghinni, hogyha nem figyelnék oda a táplálkozásomra, meg hogyha nem sportolnék, akkor adott esetben egy ilyen tragédia korábban következne be. Értitek, mit akarok mondani? Igen, tehát, hogy basszus, tehát nem lehet így, akkor úgyis mindegy, akkor ígyunk, dohányozunk, éjszakázunk, nem, csináljuk, nyilván ezt senki nem mondja, persze, nem, ez nem, nem jó. Mert csak... mi lett volna? Lehet egyébként, hogy a Jánosról is az történt volna, hogyha nem sportolt volna, nem figyelt volna oda magára, stb. Lehet, hogy már évekkel ezelőtt bekövetkezett volna ez a dolog. Soha nem lehet tudni. Ugyanakkor meg persze látunk, meg hallunk olyan híreket, amik még ennél is megdöbbentőbbek, amikor tényleg azt hallott, hogy mondjuk egy 20 éves sportember, egy fiatal atléta, egy fiatal labdarúga pályán esik össze, és vége van. És persze, hát ott van valami, amit nem tudtak, vagy egy olyan rejtett dolog. Igen. Na hát minden esetre mi nagyon drukkolunk neki, nagyon. Meg sok erőt kívánunk neki, a családjának. Ilyenkor milyen pozitív gondolat, meg mindenki, aki csak így rá gondol egy picit, az szerintem segít, úgyhogy drukkolunk a Jánosnak nagyon, hogy minél előbb felépüljön, remélhetőleg úgy, hogy semmiféle nyoma nem marad ennek, mert azért ez egy nagyon komoly dolog, amin valószínűleg napokban keresztül megy. Igen, színészként, meg egyébként is azért ilyet elveszíteni. Hát nem mondom, hogy ez most nagyon szorosan ide tartozik, de gyógyításról van szó. De találtam egy rohadt jó recept. Ne, azt még mindig találok, de hogy azt szeretném tőletek kérdezni, hogy van-e valami, ami az egészségetekben, az életetekben most egy picikét negatív. Tehát egy könnyű megfázás, vagy egy nagyobb baj, de tovább megyek, már nekem az is elég, hogy kapaszkodni tudjak a dologból, hogy mondjuk rosszul aludtál éjszaka, hogy például a kicsit összezörrentél a gyerekkel, vagy Mónikával, vagy te a Vikivel, mondjátok. Erre van megoldás? Van megoldás. Beiratkoztál valami Gyülibe, vagy mit csinálsz? Figyeljetek, megvan a megoldás, ugyanis ilyenkor a harmonikus bioenergetikai rezgésformátok változott Jézus, meg. Igen, Jézus, de jó. Nem, ez egy nagyon-nagyon, az a baj, hogy lehet ezzel viccelni, de ez egy nagyon-nagyon komoly tudományág, és most már több 10 000-en csatlakoztak ehhez a Facebookon, Magyarországon is több 10 000-en vannak, és én már megtaláltam az igazi megoldást egy 3 kötetes könyv formájában is. Grigori Grabovoiról van szó, ja, ezt megírta, 29 000 forintért lehet megvenni a 3 darab könyvet, ami semmi más nem állít, és most figyeljetek, ugyanis ez a megoldás a ti életetekre is, az enyém már rendben van, mióta ezt tudom. Ha nagyon jól és nagyon komolyan koncentrálsz egy számsorra... Ne, hagyjál már ezzel a hülyeséggel. Ha ezt leírod például a borotválkozó tükrödre, vagy egy papírcetlire, és aláteszed a párnádnak úgy, hogy amikor erre a cetlire gondolsz, fehéren világítanak a számok, akkor a te életed mindenben a
tökéletesség felé fog menni. Úristen, ez a három kötet... az agyát, Jan. Igen. Jézus. Ez a három kötet, kérlek szép. Agyára ment az ab. Na most mondom nektek, az adott problémára kifejlesztett számsorra kell koncentrálni, a szervezet visszahangolódik a számok szabályos rezgésére, vagyis az egészséges állapotra. Na és a számsorrendet az hol lehet megrendelni, és mennyiért? Most mondtam, 29 ezer forintba kerül. Jó, de tehát akkor minden egyes betegségnek megvan a maga számsora, és ezt a könyvben mondod. Találom meg. Igen, de lehet olyan tanfolyam is van egyébként róla, nyilván apró pénzért. Például a 148.999 az örök fiatalság számsora. Jó, tehát 148.999 ez az örök fiatalságé. Tehát ha örökké akartok élni, akkor erre kell koncentrálni. Ez nagyon jó hangzik. Dobjuk össze szerintem, vegyük meg, és akkor fenként csak egy tízes. Nekem már megvan. Ja, megvan? Hát én örökké akarok élni. Csöpög a csap, ha érted, mire gondolok. Megnéznéd, hogy mi a számsor. Van egy jó számsorod arra? Igen. Van. Kicsit dúzzat a prostatán. Tudsz mondani egy számkombinációt, hogy rendesen tudjak pisilni újra? Tudom, bármire tudom. Nem, én komolyan mondom, én erről lebeszélek, Feri. És mindenkit, akit tízezrek követik, anyák, édesanyák hisznek benne, és követik, már ennyi követője van. Igen, ő az, aki messiásnak tartja magát, és ő mondja, azt mondja, hogy Krisztus második reinkarnáció. És te érted, Balázs, az előszó. Soha nem mondnám a nevem egy ilyet. Én erősen tiltakozom az ilyen típusú csalókára. Kinyitott a könyvet, és Csepesi Balázs ajánlása. Használja a kör és a számsort, sok szeretettel ajánlom mindenkinek. Én már kipróbáltam, nézzék meg, működik. Atya úristen, tehát az emberi hiszékenységnek nincs határa, de komolyan mondom. Ezt tényleg mondom, a magyar oldal több tízezren lájkolják, ilyen beszélgetések vannak, hogy segítséget kérő emberek, anyák, férfiak, nikotinfüggőségre, elégtelenségre, azt nem tudom, hogy mi az elégtelen, de elégtelenség, akkor mondom, depresszióra, az élet jobbá változ, és írják ezeket a számokat, és ráadásul csodás gyógyulásokról számolnak arra van, be. Arra van valami számsor, hogy nehezen jegyzek meg számokat? Abba segítsenek már egyszer rohadt életben, hogy arra van valami? 26, 42, 4, 16, 3, 23, elnézést, de mondtam, hogy nehezen tudok megjegyezni, Mr. Grabovoy, vagy hogy hívják, Grabovoy, Mr. Grabovoy, nagyon nehezen jegyzek meg számokat, tudna valami varázsszámot adni, maximum két jegyű legyen. És ezért ő komoly pénzt kér egyébként? Hát igen, hát elmondod, a három kötetes könyv, az ilyen 20 valány. Ez benne is van egyébként az előszóban, vagy Grigori megírja, hogy az ő életére is nagyon jótékony hatással vannak a számsorok. Igen, a 29.000. Igen, és de további nullákat vár. Igen, most már én is látom, mert átküldtek nekem is egy linket itt közben. Nikotinfüggőség 14-14-551, vitamin elégtelenség. Jézus, Atya, na. Úristen, nem hiszem el, hogy itt tartunk. Itt, és kapaszkodnak Engem. Bele az emberek, és pénzt áldoznak, és hát figyelj, hihetetlen. Na, csak egy-két info az emberről, mert közben látom, hogy ki az orosz bíróság 11 év börtönre ítélt a csalásért. Ezt 8 évet kapott végül, abból 2 év után jó magaviselettel szabadult. Na, Jézus inkarnációjának mondja magát, plusz azt mondja egyébként, hogy képes feltámasztani a halottakat. Ó, de jó számsorra. És amikor ez nem sikerült neki, akkor ő azt mondta, hogy hát a halottakat nem a lelküket viszont annál inkább, sőt meg tudja mondani, hogy hol születnek újjá. És az oroszok állítólag imádják, de Magyarországon is azt látom, hogy ő nagyon nagy sztár. Atya úristen. Hát számsorra vagy nem számsorra, Feri, ne csináld. Nagyon komoly. Én még most erről tényleg nagyon komolyan lebeszélek, hogy ezt ne csináld. Na most elárulom nektek. Mi a Grabovoy számot, tessék neked? Elárulom nektek, hogy a dohányzásról érted, egy ilyen Grabovoy-jal jöttem le. És akkor valaki átolvasott egy másik számot, amikor rágyújtottál? Igen. Úristen. Beteg a világ, és mondom, a veszélyessége van valami tudományos alapja, vagy bármi olyan magyarázat? Hogy lehet? Ugye nincs semmi. Hogy egy számsornak. Semmiféle magyarázat. A számsor, majd, hogyha mantrázod ezt a számsort, vagy oda teszed tényleg a párnád alá, vagy a fölírod a tükörre, ahol reggel fogat mosol, akkor az helyre rázza a te ilyen bioenergetikát. Hogy lenne már bármilyen? Hogy? Valaki gyógyult már meg ezzel, interneten írják? Hát egy csomó. Sokan? Igen, egy csomóan. Csak ugye azt nem tudom, hogy volt én egy olyan beszélgetést olvastam, ahol a gyerek lázas lett, és akkor három napig mondogatta neki 4-26-23-20, és a gyereknek már 42 fokos lázgörcsel beszélgett. De hát nyilván a szervezet legyőzte azt, ami miatt lázas lett a beteg. Ugye ennek azért van egy ilyen egyszerű magyarázata. De ez kell egy intelligencia hiány, hogy ebbe higgyél. Hát nem, most nem rád gondolok. Hogy? De hogy... tehát az emberi butaságnak tényleg, és a hiszékenység nincs határa. Vagy arra gondolok, már annyira kétségbe esett vagy, hogy már bárminek hiszel. Tehát azt mondják, hogy nem tudom, rákos vagy, lehetnek, fogsz halni. És akkor higgyél egy ilyen számsornak, hogy mondogasd a 4-16-26-ot, és meggyógyulsz. Az a baj, hogy ott kezdve billegni a történet az összes gyógyult betegnek a vezetőnkével, Grabovoy.
Hát, hogy a családi nevük sajnos valamiért összecseng a könyvírójának a nevével, és hogy valószínűleg osztalékot kapnak belőle. Hát, ezt nem tudom, nem tudom, hogy kinek számítanak ennyire a számok. És most mit csinálsz? Beraktod a párnád alá? De van az én mind a három kötetet beteszem a párnád alá. Őszintén, van egy számsorod a tükrön, van egy számsorod az ágy alatt? Így van, minden, és az alsó gatyámba is berakok egy cetlit mindig, a férfi erőszáma. Igen. Egy-két, ez a férfi erőszáma, ez a gatyámban van egy papír cetli. Nyilván azért akartam erről beszélni, hogy ne csináljátok, emberek. És tudja, hogy a Pali milliárdos egyébként. Egyértelmű. Tehát biztos vagyok benne, hogy zabálják, és hogy biztos, hogy iszonyat lóvét keres ezzel ő egyébként. Nagyon finoman Jézus inkarnációjának mondja magát, tehát ő azt mondja saját magáról, ahogy látom, hogy ő Jézus. A hívők vele is nyit, ez egy kulcs szó. Igen. És mi van, ha rossz számsort kapok meg, vagy valamit félrehallok? Semmi, akkor nem jó mantráztat, szerintem. Akkor nem. Hát akkor a melbimbo keményedik. Igen. És ha mondjuk kérek a szememre egy számsort, de jobb lesz tőle a lábam, akkor mi van? Tehát akkor ő mondta félre, vagy rosszulhatott a számsort. Hát azt mondom, hogy félig vak vagyok, adjon egy számsort. És úgy áll a pöcköm utána, 70 évesen. Szerintem akkor, ha félig vak és ilyen a pöcköd, én ülődik. Grabo, hogy nagyon elnézett, amit a köszönöm, Dokikám, 800 helyet, 6-os mondott, mert annyira karos vagyok. Hát 70 évesen már pöcköm, tudod. Úristen. Atya úristen, emberek, bárki, akik hisztek, családanyák, nők, ne tegyét, ne higgyetek el mindent. De tényleg komolyan mondom. Ez bántó. Magyarországon is rendel? Hát rendelni, nem tudom, hogy ő rendel-e, de a könyv az van a magyar fordításban is megvan, vagy valaki ugye lefordította. Igen, óvatos, valószínűleg csak egy postafiók cím van megadva, hogy megkeressék. Ha ügyes. És ebben az a kérdés, hogy ha komoly betegséged van, mennyi valódi időt, értékes időt veszel el magadtól, hogy valami más alternatív úton, vagy orvosi kezelésre gyógyuljál, és hetek múlnak el, hogy várod a hatást, mert te meggyógyulsz majd egy számsortól, nem? Közben az a pár hét a legfontosabb, hogy valaki szakértő kezek közé kerüljen, nem? Hát lehet, hogy mondjuk ennek a pszichológiai az, hogy ez inkább már ilyen utolsó mencsvár, nem? Tehát, hogy amikor már semmi sem működött, akkor fordulsz ezekhez a módszerekhez, nem? Lehet, persze. De lehet, akkor mindenki telefonszáma egy számsor. Aha. De egyébként ez is lehet, ezt nem tudom. Na mindegy, jó, nem menjünk ebbe bele. 645-0000, mit gyógyít? Aha, igen. Mantrász már egy hétig. Mobilszámát leírom, hogy papírot berakom a párnám alá, vagy jó, mi lesz? Meggyógyulsz. Megnő a fejem. Tényleg beraknak egymás mobilszámát, igen. Soha nem bejönnék egy kolbásszal a nyakamba. Te meg egyensúlyozzál, hogy rohannál egy fejedlet. Grabovoj, csinálj valamit, ez tényleg működik. Atya úristen. Hát legyetek nagyon válogatósak, drága hallgatók, tényleg ne higgyetek el. Ne higgyetek el mindent. Fél nyolc múlt pontosan 2 perccel, most változtattunk a játékon, úgyhogy nem sokára játszunk, figyeljen mindenki, mert most még 8 óra előtt lejátszuk azt az ominózus hangutánzós játékot, amivel is 1 milliós álomkonyhát lehet nyerni. Drága házi asszonyok, következő játék, mi mutatunk valamit, azt fel kell ismerni, elküldjen nekünk SMS-ben. Csak azok, akik úgy érzik, hogy jól tudnak utánozni, extrovertáltak, és tényleg részt akarnak venni ebben a játékban. Majd mondunk egy kis robotgépet, és azt, ha jól utánozzátok, akkor bent vagytok a döntőben. Ugye 1 milliós álomkonyha a tét. Ez 300.000 forint értékben jelent kisgépeket, és 700.000 forint értékben pedig azt csináltok a konyhátokkal, amit akartok. 700.000-ért? Hát 1 millió az így összeg. Van. Olyan lappal, olyan édenfa, amiből akartok, és méret. Kararai márvány, az pici lesz. Igen, viszonylag pici lesz, de szép, mutatós. Nagyon szép lesz. Szóval 1 milliós álomkonyhát lehet nyerni. Nem sokára figyeljetek, mert mindjárt jövünk a részletekkel. Ákos, ide jutam. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva. M1-es 33-as kilométerén Budapest felé a leállósában műszaki mentés van, valamint Jászberényben a Jákóhalmi úton háromlábú trafi, ezt Viktor küldte nekünk, köszönjük szépen, ott is mindenki menjen óvatosan. Na, jöhet az 1 milliós álomkonyha játék? Yeah! Jöjjön, háziasszonyok, figyelem! A kérdés, ugye ez a játék beugró, mi az, amit hallotok? Ezt kell megfejteni. Gyorsan küldjetek el SMS-ben, és aztán valakit visszaívunk, aki viszont készüljön fel arra, hogy hangot kell utánozni. Nagyon egyszerű játék, hangutánzós játék. Figyeljetek, ne legyen itt senki megilletődve, nem. Mert 1 millió forintos konyháról van szó. Tényleg, toljatok bele mindent, egyszer kell csak picit kell megnézni magatokat adott esetben. A járók elők, illetve a kollégák, barátok előtt, de utána majd, amikor majd meghívjátok őket kávézni egy gyönyörű szép konyhátokba, na járók előket, nem? Akkor már jól fogjátok magatokat érezni a bőrötökben, és már ki fog emlékezni arra, hogy hoztátok azt a porszívót. Senki. Semmi, hogy a Baliéknál érted, mikrot utánoztál, vagy nem tudom, mint csinálta. Mindegy, van egy 1 milliós álomkonyhát. Így van. Na mutatjuk, mit kell kitalálni, jó? Figyeljetek. Így szól. Ajajajaj. Igen. Aha. Jó.
Uh-huh. Hát jónak jó, csak... Nem rossz. Csak mi ez? Tiki-tiki-tiki. Én ezt így utánozzám. Még egyszer utána. Megfejthető. Szerintem megfejthető, nem néz. Mi ez? Jó, ez is egy... Hát konyhai eszköz is lehet, sokszor máshol is használják, de egy-két konyhában is előfordul. Nem egy klasszikus konyhai eszköz, viszont ha valaki szereti azt a bizonyos dolgot, amit ezzel csinálnak, neki valószínű, hogy van otthon. Ilyen. Igen. Ugye? Van. Elektromos fogkefe, szétesett fogsorra. Egy kis öblögetéssel egybe kötve. Na, tehát mit hallottunk? Gyorsan küldjetek el nekünk, jó? Az SMS számunkra, és mindjárt hívjuk a potenciális nyertes, aki ma még nem nyert, csak bekerülhet a legjobbak közé. Még holnap is van egy bekerülő? Vagy holnap, holnap van egy bekerülő, és akkor utána már visszahívjuk a két legjobbat, akik aztán még párbajoznak egyet. Na, játszunk akkor Mit mond Dórát, és utána már itt is a hallgatom. Visszafelé beszélünk. Lészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívvonom. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, sziasztok. Natália! Igen. Honnan hívtál minket, Natália? Hát most Budapestről, de amúgy Dunaharasztiról vagyok. Dunaharaszti. Hát az jó kis hely, szeretjük. Szeretjük harasztit. Mivel foglalkozol? Tanulsz valamit, dolgozol? Tanulok, élelmiszermérnökként tanulok, úgyhogy... Na! Hát akkor már alig várat, hogy jöjjön a mi Gáborunk. Bio Gabit kedveled? Igen. Hát szoktam hallgatni, van amivel egyetértek, van amiben nem. Tényleg? Van olyan, amivel nem értesz egyet? Igen. Emlékszel olyan témára, amiben más gondoltál, vagy máshogy gondolod? Hát ez most így elég tág fogalom, vagy tág dolog, de igazából, hát mondjuk alapból én a vegetáriánus dolog az annyira nem, szerintem. Nem olyan helyes, mert ugyanúgy kell szerintem a hús is, de... Nem egészséges, hát, én is érzem már 14 éve, hogy vannak gondok. Sorvad már. Korgadozik. Igen. Natália, figyelj ide, van egy híres emberünk, illetve egy tárgyunk. Mi mit szeretnél? Akkor tárgyat inkább. Félsz a híres embertől? Hát igen, mert... igen, félek. Mert hosszabbnak tűnik, vagy mi? Hát azért, mert hogyha véletlen nem ismerem annyira, akkor lehet, hogy nehezebb kitalálni. Meg nem tudom, hogy csak magyar lehet-e, vagy külföldi, ha külföldi, akkor magát sejtem. Hát, magyar annyit segítünk. Általában magyar a híres ember. Nehezebb a tárgy. Nem mondtam. Én szerettem volna megtudni, hogy miért választottad azt. Mennyi, de mehet a tárgy. Mehet a tárgy, menjem? Hú, igen, de izgulok. Hát a híres ember, biztos kitaláltad volna mindent. Minden jó, a híres ember, nagyon jó. Tóth Gábor volt az. Ennyi. Ja, jó. Igen. Na figyelj ide. Mutatjuk akkor a tárgyat. Jó, óra indul, fél percet van. Add balicof. Hú, micsoda? Add balicof. Add balicof. Foci labda? Az. Hát így kell ezt csinálni? Jó, annyi. Egyike vagy. Foci labda, hát, így szupi, van. De jó. Már tök rég szeretetem van játszani veletek. Tényleg? Régóta vadásztál ránk? Hát igazából már nagyon évek óta hallgatlak titeket, és igazából így játékvény mindig voltam, hogy jelentkezek, aztán így most így tök jó, hogy sikerült végre. És ma valahogy jött egy ilyen, hogy na, ma kéne jelentkezni? Hát igen, reggel írtam egy SMS-t, és aztán visszajött Anna, úgyhogy most több boldogság volt. Ez milyen érdekes, hogy valaki évekig hallgat, aztán egy nap rászánja magát, és pont összejön egy kis pont visszahívjuk, nem? Igen. Fura, hogy előtte évekig hallgattál, de sosem próbáltad meg, hogy adásba kerüljél, ma küldtél egy SMS-t, és bent is vagy. Oké, küldjük az ajándékcsomagot, Natália, ügyi vagy. Köszönöm szépen. Ugye, hogy nem annyira fájdalmas, így éteren keresztül kitalálható ez? Kitalálható, igen. Csak először izgultam, nem tudtam, mondom, itt állok egyedül az egyetemen, mondom, úristen. Még se kellett volna ma bejönni. Hát amúgy tényleg. Egy órám van. Natália, ma milyen órád van? Egy órád van, azt mondtad, mi az egy óra? Most élelmiszergazdasági innováció, hogy van, mi ilyesmi a tárgynak. Akkor te jókat tudnál a Gabival beszélgetni. Igen. Amúgy igen. Sokszor gondoltam amúgy, amikor így beszélgetetek a Gabival, hogy na, mondom, most betelefonálnék, én is mondanék egy-két dolgot. Megszorítanád, mi? Csodálok, hogy bementél erre az egy órára, én az alvást választottam volna. Ez nem hangzik túl izgalmasan. Hát amúgy én is csak késtem háromszor, és aztán a tanár úr szóvá tette. És én meg nem szoktam késni, mindig pontos vagyok, hogy időben ott vagyok, hogy most direkt bejöttem. Ez leginkább akkor kellemetlen, ha egyedül vagy hallgató, mert azért az, hogy jobbatár megint késtem, de Natália fél órája vár. Köszi a játékot, küldjük az erdékcsomagot. Köszönöm szépen, sziasztok! Puszi, hello! Szia, hello.
Na, Anna, legyen aranykezed, valaki olyat válasszál, aki olyan lesz, mint a tegnapi vagy a tegnap előtti, jó? Tehát kicsit szorongó, félő... Ma még nem hibáztam. Ma még nem nyúltál mellé. Ma még nem nyúltál mellé. Na de az elmúlt évek. Így van. Az elektromos borotva biztos, hogy kiesett, darálom, biztos, hogy kiesett. Kenyérsütő szintén kiesett, ott legfeljebb egy elszabadult keverőkanalas kenyér. Tojásfőző óra egészen biztos, hogy kiesett, WC pumpa kiesett, elektromos fakanál kiesett. Elektromos fakanál, nagyon kedvelem. Na, megnézzük, ki ő. Ajajajajaj. Halló? Halló? Halló! Egy háziasszony. Igen. Csak háziasszonyok játszhatnak. Szia! Oké, bocsi, szia! Ciao. Szia! Köszönjük! Na, akkor megvan az első. De miért nem mondasz, hogy csak eldohányoztam a hangot? Irén vagyok. Na, de Irén, őszintén. De tényleg Irén vagyok. De tényleg Irén vagyok. A férjem nem is örül neki annyira, de tényleg Irén vagyok. De jó, ő megpróbálta hátra. Meg, hát, elmondtuk, hogy csak háziasszonyok, csak nők, de azért ő dobott egy SMS-t. Hát, mit veszíthetek alapon? Hát, átcsúszik. Ez hát a balék nem veszi észre. Tessék, Horváth Tamás. Hát, ha átmegy. Na. Van is, te már tudtad, igen. Hogy hívnám? Bettina. Bettina, micsoda lendület, micsoda vitalitás. Honnan hívtál minket, Bettina? Turáról. Tura. Nagyon jó. Mit csinálsz éppen? Most éppen készülünk majd a babaklubba, de gondoltam, még megpróbálom ma is. Milyen? Ne haragudj, milyen klub? Ez most megvert, ez levert. Babak, az micsoda, mit csináltok? Hát olyan kisgyerekeink vannak, és együtt összeülünk, és ott mi elbeszélgetünk, anyukák, a babák megjátszak. Aha, és kicsi kávé, kicsi. Agy anyuka, kimegy őt, kibeszélitek, ez a szokásos. Aha, igen. Aha, nézd, hogy lefogyok. Láttad a fogyási csíkjait, soha nem fog elmúlni. Olyan jó, hogy neked elmondhatom, az a gyerek bűronda. Szerinted a Lajos az apja, ugyan? Nagyjából ilyen típusú beszélgetések? Hát ilyen gyerektémás beszélgetések. Bukike, mennyit teszik hízott? Kinek mennyit hízízik? Atyaisten, tehát ők lelkiztek és tartjátok egymásban a lelket, hogy már csak 10 év és jobb lesz. Ismerem. Igen, próbáljuk. Kinek mennyit hízízik a férje? A férje, aki egész héten. Gyakoroljunk asszony, mert majd produkálnod kell. Nem mondod komolyan, ő már készített a játékra. Igen, ő egyébként jobban utánoz, mint én. Komolyan? Ja, hát akkor ő a tréner. Lehet. Igen, mi volt az, amit ki kellett találni? Séker. Ez egy ilyen kis koktél séker. Egy kis keverő, mert ugye ez a koktél. Koktélosok, aki rázzák ugye az alkoholt, vagy jég van benne, vagy nem, ez a koktél séker, igen, egy kis fémszínű kis üvegecske. Oké, na, hogy álltok konyhailag? Hát ráférne az újítás. Hát van egy álomkép is a szemeim előtt, úgyhogy tudnék valamit kezdeni. Hogy képzeled? Miért szeretnél? Hogy a férje főz helyetted. nem adom át a konyhát, mert azért szereti a főztömet, úgyhogy jobb az, ha én csinálom. Oké, de mi van a fejedben? Hogy néz ki az álomkonyha? Tehát mit szeretnél? Elég magasabb elterünk, és azt szeretném, hogy magasra fölmenjenek a szekrények, hogy én ott a fönti polcokba is tudjak pakolni. Aha. Na, tehát egy ilyen klasszik beépített konyha mindenhol, fönt alul, gépekkel gondolom, ebben van mosogatógép, tűzhely, sütő, minden benne van. Így van. Úgy is cserélni kéne a tűzhelyet is, úgyhogy valamit lassak is beépítettnek, örülnék. Valami jól megy, amit jól utánzol? Amire a féled azt mondod, hogy nagyon tehetséges vagy? Hát igazából teljesen mindegy szerintem. Na, de mi volt, amire tényleg? Tényleg azt mondta, hogy ezt nagyon jól csináltam. A mosogató szivacs. Igen. A kéztörlő. Víz alatt a mosogató szivacs. Oké. Okay. Jól van. Legyen mondjuk a mikrohullámos ütő az, jó? Kinyitod az ajtót, berakod, felbúg a motor, csilingel egyet, és kinyitod az ajtót. Oké? Ezt kellene utánozni. Vannak már nagyon tehetséges hallgatóink. Tegnap előtt egyébként mind a ketten nagyon ügyesek voltak. Nagyon jó volt. Majd holnap visszahallgatjuk őket, és akkor döntünk. És legyen benne egy rosszul visszatett tányérhang is. Egy olyan tányér, amit nem lehet betenni, amikor szikrázik. Igen. Némi fémes felületen. Jó, szikrázós a tányér. Mert mindjárt bevegyek a konyhába, aztán De mész a konyhába, hogy a többiek ne hallják? Nem, mondom, bemegyek a konyhába, aztán beindítom. Az kérem, és hogy ne nyallánk. Úristen, de nagy volt hallott. Az a csilingelés. Na jó, hát úgy, de tudja utánozni. Mehetünk? Mehetünk. Egy milliós álomkonya, a tét.
1 millió, úgyhogy legyél ügyes, tedd oda magad, jó? Felejtsd el a rokonok, a barátokat, a rokonokat, mindenkit. Lehet majd menőzni a Baba klubban. Volt úgy legyen. Na halljuk, hogy szól a mikro? Igen. Jézus. És mi volt ez a vége? A kattanás, az ajtót kinyitott. Az zseniális volt. A becsárja. Hát, ahogy kinyitom, azzal kezdte, azzal zárta. Nagyon jó. Ja, én a végén hozzá szoktam tenni egy olyat is, hogy a francba, mert hogy mindig kilökjettem, amit éppen kivesek. Igen, vagy túl forró lesz benne a tányér, és akkor az ember így káromkodik egy picit, igen. A csengetés az lemaradt a végéről, azt én egy picit hiányoltam. Na, ping. Igen, nagyon szeretjük. Oké, okay, Betty, megvagyunk, holnap döntünk, jó? Legyél elérhető, mert jó, hívunk. Jó, hát még gyakorolunk. Jó, gyakoroljatok, a két legjobbat keressük, és a két legjobbat fogjuk kiválasztani, jó? Jó, köszi szépen. Holnap hívunk, puszi. Köszönjük, hello. Na. Jó volt, egyébként jó volt. Igen, itt érződött a gyors tappalónak a hatása. Különböző fordulaton van. Igen, az fura volt kicsit. Kicsit köhögött az a mikro, véres volt a torka, azért még a mikrónak megjött. Megért már a cserére. 300 vagy 900. Na jó, meglátjuk még holnap az utolsó versenyzőt, aztán döntünk. Holnap még egyébként lehet jelentkezni erre a nagyon-nagyon-nagyon jó kis színvonalas játékra. Mi nagyon szeretjük. 5 perc a pontosan 8 óra. Bio Gabival folytatjuk a hírek után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után pontosan 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Trafi van Szombathelyen, a Csaba utca előtt, a Csaba utcában a Skoda szalon előtt, úgyhogy vigyázzatok. Laci, köszönjük szépen, hogy elküldted. Füzesabony után Budapest felé kamion az árokban az M3-ason, lesz egy kis torlódás, valamint Békésmegyer elesett, minden kivezető út beállt, 500 métert tudunk megtenni 10 perc alatt. Maki verem küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nagyon beteg. Pécset a budai vámtól a 48-as térig egy baleset lassítja a forgalmat, valamint az M6-oson Érdnél Pécs felé Golden Retriever kutyút gázoltak a belső sáv foglalt, úgyhogy mindenki vigyázzon ott is. Mátra a Verebélyben igazoltatnak a rendőrök Salgótarján felülérkezőket, ráadásul valamint Budakalászról a Megyeri hídra már villámgyorsan fel lehet menni, röpke 40-45 perc alatt. Jézusom. Micsoda hülyeség, nem? Az M0-ással hát akarsz menni? Hát fölöslegesen, ugye egy gyors forgalmi út. Tehát mondom, gyors. Úristen. Igen. Ugye? 45 perc csak a de most már tényleg felfestetnének két idézőjelet, így tudod, elég mögé gyors forgalmi. Igen, elképesztő. Na, és nézem, hogy van-e még friss. Trafi, így azt mondtam Szombathelyen, a trafit mondtam. Oker. Na, akkor megyünk tovább, megjött hozzánk a mi Gáborunk. Gábor, jó reggelt, kívánunk neked. Hello, nincs szignál, és ez egy új helyzet, és ez szerintem ez jó. Igen. Nyertünk egy percet. Nyertünk egy percet, meg annyiszor leadtuk már, hogy már nem is annyira szeretem. Igen. És akkor majd egy újat. Elvegyük, csinálunk egy újat. Gabi, milyen idő van kint? Hidegfrontot mondtak. Nézd, napos idő van, jó idő van, elég izgalmas a forgalom, az tény, de egyszerűen azt mondják, hogy eltűnt a tavasz. Hát, igen, van egy ugrás a télből. Valóban, valóban. A nyár. Ez a 27 fokos vasárnapi előrejelzés az elég izgalmas lesz. Nem tudom, mi a durva? Lehet. Igen, a 27 fok is onnan a 15, tehát aki erre érzékeny, vagy az igen. Idősebbek, hát ezt nem tudod szervezetileg már lekövetni. Tehát igen, volt a szervezetnek egy ritmusa, nem? Hogy jött a tavasz, hosszú ideig tartott, jött fel, a nyár. Fel tudod készülni a szervezetre. Tehát bejött ez a nyári meleg, majd jön egy hidegfront, és 10-15 fokokat úgy ugrál a hőmérséklet, hogy ez nincs ember, akit ez nem visel meg. Ez egy rövid ujjú tavaszi ing rajtad, vagy kinőtted?
Igen, ez egy rövid utóbb a színű, egyébként. Igen, tudatos, vagy csak 90 fokon mostan? Vagy nagyon felhajtotta a lassan szabót? Lassan belefogyok a ruháimba. Gyakorlatilag ugye újabb 3 kiló, már nem is kell mondjam. Nagyon jó, őrült. Lébőjt? Ennyi a tarifád? Hát, plusz áfa vagy áfamentes vagy? Ez, hát igazából kaszász, ez egy ilyen kvázi bőjt, ez ilyen tisztítókúra, tehát van étkezés, de mellette jó sok lé, és hát egy vagy két étkezés kimarad, abszolút működik, és nincs éjségérzet. Nem árt ilyesmi tavasszal. Beszélgettünk itt valamiről kint, Gábor, ami megütötte a fülemet. A kulkáról beszélgettünk, hogy mi lehetett, meg nyilván az ember nagyon drukkol neki ezt, hogy mi is elmondtuk. És mondtál egy mondatot, hogy például egy bizonyos kor felett már nem jó az ásványvíz. És én tudom, hogy az én szüleim is, meg az idősebbek, nem is idősek, hát 50-60 éves emberek, akik nem idősek, mert nem lehet rájuk ezt mondani, azt gondolják, hogy nagyon sok folyadékot visznek meg mondjuk egy-egy sportolás után, és öntik magukba az ásványvizet. De azt mondta talán, hogy ez nem is tudom, sűrű víz, és hogy mekkora tévedés, hogy nem sima vizet isznak, mert az ásványvízből nem tud annyi valódi, nem tudom, folyadékot felvenni a szervezet, és hogy váltani kellene. Így van, tehát egyrészt a kemény csapvíz, másrészt az ásványvizek, például, hogyha valaki este sok, vagy délután sok ásványvizet fogyaszt, akkor ez nem jó a keringésnek éjszakára. Ugye, ahogy olvastam, a Kulka János esetében is éjszaka következett be a tragédia, a trauma, így fogalmazom. És ugye éjszaka gyakran előfordul ugye mind a szívinfarktus, mind a stroke hazánkban is. Csak ugye nem halljuk a mentőautókat, mert ugye csöndben mennek, de rengeteg következik be. Miért éjszaka, azt tudjuk? Vagy van erre valami kutatás? Lelassul a keringés, vízszintesbe kerül a test, nincsen gravitáció, nincs mozgás. Ugye amikor mozgásban van a test, akkor ha valami kimozdul esetleg, akkor azt ugye továbbítja a keringés, az kiürül, de éjszaka kritikus a minden szempontból. Ezért mondjuk azt, hogy este egy pohár víz hasznos. Hasznos az, hogy legyen a fej alatt ugye párna, tehát hogy ne vízszintesben legyen a fej. Hasznos, hogy este ne fogyasszunk ásványvizet. De hol az ásványvíz nem jó? Én azt mondom, hogy de a nem, mentes ásványvíz sem. A mentesen? Nem. Tehát itt nem a szénsavról van szó, ha erre gondolsz. Hanem arról, hogy az ásványi az ásványi 1500 mg per literes ásványvizet valaki megiszik este, ez szerintem nem szerencsés. A szakma is mondja máskülönben, hogy az ásványvíz egészséges ital, tehát szó nincs róla, hogy nem, de megvan az ideje, módja, hogy naponta mennyit, hány liter, stb. És innentől kezdve, ha valaki emellett este mondjuk besalátázik, a szónak abban az értelemben, hogy sok... Jó, de durva! Besalátázni, hogy valaki bepizzázik, vagy beburgerezik, azért igen, a sűrűben előfordul. Besalátázni maximum ti szoktatok, Gábor, azért, és még egy-két nagyon elvetemült, azért tegyük az. Igen, mit csináltál? Az... Úgy besalátáztam. Hallod, alig tudtam aludni. Ki csinált a rukkola? Isten, a madárbet saláta. Az a kis koktélparadicsom nagyon bevert. Szóval azért ez így ritkában fordul. Ezt most, ha hiszitek, hanem negatív élel mondom, hogy a zöldek este nem. Tehát zöldeket csak reggel. Nyilván nem tudni, hogy ki mit eszik, vagy a János mit ezzel a zöldözéssel itt a Grohamarion árnyékában. Igen. Este csak lillát, gyerekek. A K-vitamin egy vérsűrítő hatású. Tehát este nagyon sok zöld salátát nem eszünk, hanem inkább a színeseket, inkább a paradicsom, a sárgarépa, a cékla, stb. De megkínozunk, hogy elmondod, hogy milyen vizet ajánlasz? Mert tisztított víz marad. Ha csak víz, nem ásvány víz, nem, akkor az a tisztított víz. Nálunk is van otthon egy ozmózis szűrő a csapterep alatt, a mosogató alatt, és be van szerelve, és egy lágy víz képződik, ezt fogyasztjuk évek óta, ezt iszom. Tehát akkor egy bizonyos kor felett oda kell figyelni, hogy nem teljesen átállni, hogy ne verjenek meg minket az ásványvíz forgalmazók, de ügyelni arra, hogy az ásványvíz mellett legalább ugyanannyi normál tisztított vízbevitel is legyen. Az ásványvizet reggel fogyasszuk, délelőtt fogyasztjuk, délután, ha akarjuk, de igazából 3-4 óra után személyes tanácsom szerint inkább tisztított vizet, mert egészen más ugye egy sűrű, egy ásványvíz és egy tisztított. És ha éjszaka történik például sokszor a stroke, hogy a legtöbb embernél, akkor azon tudunk segíteni, hogy ezt elkerüljük. Nyilván, ha van egyfajta genetika, meg hajlam, hát ez nagyon sok összetevője van, tehát ezért nem lehet kijelenteni, hogy ez ettől elkerülhető, de mondjuk az ember kicsit higít a véren, és kicsit több folyadékot iszik este így tisztított van, vízből. Vérhigító hatású élelmiszereket ma már érdemes tudni. Sajnos hazánkban, akinek stroke-ja volt, esetleg kap egy ilyen listát, hogy mit ne legyen, vagy aki vérhigítót szed mellé, és kap egy ilyen K-vitaminos listát, de egy átlag embernek nem mondják el, hogy este vérsűrítő élelmiszereket ne legyen, ugye ezek a zsíros ételek, húsfélek, de mondjuk egy kanál lent magolaj. Az omega-3 források este, ezek kifejezetten nem csak, hogy higítják a vért, ez még kevés, hanem segítik, hogy a
a vér alakos elemei, a vörösvértestek és a vérlemezkék taszítsák egymást, tehát ne vonzzák, ne csapódjanak össze, és így nem okoz trombus, nem okoz vérrögöt. Na jó, ez csak egy ilyen kis kitérő volt, ugye pont erről beszélgettünk, és ez egy érdekes dolog, mert én tudom például az anyukám is, hogy rengeteg ásványvizet isznak, és egy bizonyos kor fölött már lehet, hogy ezzel pont inkább nem azt mondom, hogy ártanak, de jobb lenne áttéríteni őket is mondjuk a sima tisztított vízre. Egyébként mi újság, minden rendben, jól vagy, dolgozol? Köszönöm, jól vagyok. Hát most két fő szálon fut a cselekmény az életemben. Az egyik szál az, jaj, de jó. Az alapítványi munkám, az életmódtából szervezés, az őrségben egy fantasztikus helyen szervezzük az életmódtábort. Ugye ez egy ilyen terápiás masszással, kúrákkal, egyébekkel, tenisszel. Ó, nagyon szívesen. Teniszedzőt hívunk. Hát edzősködni nem, de partnernak lemenni játszani, ha meghívtok ezt, akkor abszolút, vállalok szívesen. Hát egy sport és életmódtábor, a terápiás tábor, ez egy zseniális az egészségcsapattal. És ezen felül, képzeljétek el, megkeresett egy egészséglabor tulajdonképpen, hogy fejlesszünk együtt, hát különböző erőfasírtokat. Lényegében senki más nem hallom ilyen dumákat. Neked meg ki a fasírt, ugye? Hát ez a labor. Fejlesztünk együtt erőfasírtokat. Erőfasírt. Fogadjunk, hogy nincs benne hús. De nézzétek, ez megint a sporttáplálkozás terén van mit tenni a szánkban is, és elindul egy ilyen folyamat, úgyhogy most különböző, hát nyilván nem mondhatom el, hogy miből, de különböző összetételben sportfasírtok, erőfasírtok képződnek és alakulnak egy-egy kis konyhai laborban, úgyhogy ha akartok jönni időnként kóstolni, abszolút lehet. Egyébként ezek nem feltétlenül vegán fasírtok, viszont sertéshús, zsír és tej és tejszármazék nincs bennük. Izgalmas dolgok ezek. Hoznék meg kóstolót esetleg. Tudod, hogy figyelj, itt idejéhez szájak várnak téged reggel, tehát itt minden elfogy. Igen, jó rendben. Így jobbra bedobunk 3-4 erőfasírtot, utána neki rohanok itt az ablaknak. Azt mondja, rovatosan, mert mondjuk 30 gram fehérje per fasír, tehát nem biztos, hogy az a sok fasírt kell. Lényeg az, hogy gyerek és felnőtt célcsoportok számára, tehát sportolók számára, főszabályként, hogy hobbi sportolók számára. Szerintem ez egy izgalmas dolog, hogy szívesen részt veszek ilyen kutatásokban. Oké, és mit hoztál nekünk mára, Gábor? A szivárgó bél szindrómát. De gyönyörű téma, gyereke! Végre! A szivárgó bél! Évek óta várok erre a pillanatra. Jani, nekem már csendesen mondogatom, hogy őt már az érdekel. Én már megtanultam vele együtt élni, de hát ha most már... Vittem a Jánost pár helyre, mentünk együtt kocsival, akartam javasolni ezt a témát, hogy szíves találj ki a szivárgó bél szindrómára. Mondjál valamit, mert János etére kihívásokkal küzdött. Honnan voltál egy szemetes zsák, és mondta, hogy üljek inkább arra, mint ne a vajbőre, mert a múltkor is rajtam te nyomom. Hát ez tudod, hogy allergiás vagyok a vajbőre, annak baj lesz. Hát tudom, picit furán is éreztem magam, hogy egy kicsit így érzem. De ne értsétek félre a témát. A bízből barna lett. Ez azt jelenti, hogy a bél áteresztőbb, mint kellene. Ezért van az, hogy időnként csalánkiütés, ekcéma, asztmás, köhögés, valamilyen ilyen típusú, akár emésztőszer, légzőszer, vagy bőrtünet jön létre. Az szerintem inkább gyerekeknél, vagy inkább felnőtteknél, vagy mindkettő veszélyeztet? Ez gyerekeknél, főleg betegség után, vírusfertőzések után áteresztőbb a bélrendszer, antibiotikum kezelést követően. Nyilván a probiotikus kúra az segít azon, hogy ez ne következzen, vagy hát csökkenjen. Tehát ez nem egy gyógyíthatatlan betegség, hanem ez egy gyógyítható. A bél ugyanis gyakran beállítja az ő áteresztő képességét. Ha valaki túl sok fehérjét, cukros ételt, zsíros ételt fogyaszt, vagy a bél baktériumok egyensúlya fölborul, akkor könnyen megtörténhet. De ezt honnan tudjuk? Tehát, hogy ez egy tipikus rejtett betegség lehet, amit az ember sokáig nem vesz észre. Viszkető ekcémás területek jöhetnek létre a szervezetben, ugye szinte legtöbb esetben bőr, illetve emésztőszervi okok vezethető vissza, főleg a vékony és vastag bél. Most azért nevezik szivárgónak, mert ugye átszivárog, de ez nem azt jelenti, hogy kiszivárog a szervezetből, hanem átszivárog a bélfalon. És hova? Mi a másik oldalon? Vagy hova szivárog? Te vagy a másik. Nem, hogy értem, hogy hova? A tehát a keringésben. Keringésbe, tehát átszivárog. Igen, most az emberi bélrendszer azért megérik, tehát gyakorlatilag egy 10-12 éves korra megérik, de a fiatal felnőtt korra szinte biztosan, és innentől kezdve, hogy az ekcémák, az urtikáriák, a csalánkiütések, az asztmák tünetmentessé válnak, vagy akár el is múlnak idézőjelben, tehát javul a szervezet is, és de idősebb korban egy-egy antibiotikum kezelést követően, vagy egy több évig tartó rossz táplálkozás miatt megtörténhet egy hisztamin felszabadulás, megtörténhet egy ilyen folyamat, hogy a bél áteresztőbbé válik. Sajnos a
az erősebben hosszabb ideig érlelt sajtok kifejezetten okozhatnak ilyet. A füstölés okozhat ilyet, tehát az állandó füstölés. Mind a kettőtöket belekevert azonnal, már csak én vagyok. Mind a ketten kaptunk egy-egy sallert. Ezen kívül ugye a búza, de mindenkinek más a búza. Na, most már én is megkaptam. De még engem is érint. Ha minden nap, a kis búza is. Ha minden nap zellert ennék egy petrezselyem zöldet, akkor akár nálam is kialakulhatna. Oké, de gyerekeknél például, ha ekcéma van, vagy valamilyen kiütés, akkor ezt érdemes a bérrendszerben keresni. Tehát ugye ezeket általában külsőleg kezelik, krémeket kapnak rá, ezt az, de közben valamit át kéne állítani a táplálkozásban? Abszolút, ilyenkor egy bázis diétára érdemes visszaállni. Ez azt jelenti, hogy krumpli, rizs, sárgarépa. Minden, ami nem allergén, gondolom, nem? Igen, tehát nincs zeller, nincs fehérrépa, nincs petrezselyem zöld, nincs paradicsom. Kapor? Nem, azt mondom, hogy nem, nincs intenzív fűszerezés, tehát a bázis diéta során arra törekszünk, hogy szinte mindent kiiktassunk, ami feltételezetten allergén lehet, vagy intoleranciát okozhat. Úgyhogy ezek nehéz napok, amikor nincsenek ízletes ételek, stb. De ilyenkor néhány nap, illetve azt mondom, hogy egy-két hét után, ugye egy 14-21 nap. Azt mondják, 14-21 nap kell ahhoz, hogy egy szivárgóbél szindróma esetén megtörténjen ugye vissza alakulás. Az jó, 21 nap főtt krumplim. Fincsim. Hát, de nem csak főtt krumpli, de leginkább olyan, ami nem allergis. Lehet, úgy alakul vissza, lehet, hogy teljesen meggyógyulsz, vagy akkor úgy továbbra is vigyáznod kell. Nem, ez utána visszaalakul és tünetmentessé válik, de akinél egyszer ez kialakult, ott nyilván idővel egy következő gyógyszeres kezelés, vagy bármilyen ilyen hatásra, stressz hatásra is ez kialakulhat. Én például, amikor átmegyek egy vírusfertőzésen, akkor nem betegszem meg kifejezetten, tehát nem maradok otthon, nem tudom én, 5-6 napig, és nem ír ki az orvos, hanem a vírusfertőzés utáni egy-két nap a hasamon különböző kiütések vannak, és azok aztán föl is szívódnak, el is tűnnek. Tehát ezzel jelzi a szervezet, hogy hisztamin szabadult föl. A vírusok szétejtettek egy pár sejtet, ezek szétestek, a szervezet kiválasztotta és kiürítette. De hogyha ez rendszeresen előfordul, akkor nyilván érdemes kivizsgálni. Szerintem egy étel intolerancia vizsgálattal, vagy a vérvétellel. Illetve a probiotikumok adása, akár kisgyermekkortól kezdve rendkívül fontos. Ugye a tehéntej, a tojás, a szója, a mogyoró, a paradicsom, a zeller, a hal és a tengergyümölcsei, ezek merülnek fel ilyenkor. És ezek az erős allergének. És a búzaglutén. Igen. Hát erős, szóval mindenkinél más. Egy gyereknél hogy vizsgálod ki még egy évesnél? Hát ott még annyi mindenre reagál, nem? Tehát ott még azért nincs egyértelmű eredmény. Kell pár év, mire a vérben is felgyűlemlik. Hát szerintem ott is kimutatható. Nagyon nehéz megmondani, hogy az ő mondjuk egy másfél éves gyermek bérrendszere mit eresztált és mit nem. Elvileg egy ilyen kórházi befektetés során kivizsgálják, tehát megvonnak, ugye elimináció, provokáció, tehát elvonják, javul az állapot, majd adják, de hát ugye ez egy-két hetes benfekvés, amit senki nem szeret, tehát inkább otthon kísérletezgetünk, hogy megvonjuk a gyerektől ezt, azt, amazt. Vannak, akinek egy egyszerű chips is okoz ilyet, mondjuk nátrium glutamát van, és akkor arra is érzékeny, és így reagál a szervezet, de az nem fehérje, ugye az egy más típusú anyag. Az egy ízfokozó, ugye? És azt tetted a gyerekkel. Én most inkább a szivárgóbél szindrómánál inkább a fehérjékről beszélek, tehát a szója, a tojás fehérje. És a felnőtteknél ugyanezt kéne figyelni, ha ilyen kiütések vannak, ekcéma, stb., akkor ugyanitt kéne keresni. Általában egy tej-tojás megvonás, tehát nem is mindig a hús, a tej-tojás megvonástól javul, a szója magyaró megvonástól javul. Általában ezek, amik fontosak lehetnek. Szinte mindig ez a 3-4 féle élelmiszer okozhat ilyet. És a földi magyaróról beszélek, tehát nem a fa, vagy nem a török magyaróról, tehát a földi magyaró kifejezetten. De hát azt mondják is, hogy az erős allergén, tehát hát az igen. A magyaró glutén azért erős allergének. Igen. És ez a beta-glükán nevű anyag, amit lehet kapni ugye különböző készítményekben is, gomba sejtfalból származik, tehát például a sitake, illetve a pecsétvi, az gomba tartalmaz beta-glükánt, ugye ez például a tüdő működését nagyon védi, segíti, tehát egy asztmás gyereknél egyébként megvizsgálható, hogy nem allergiás asztmája van. Tehát van nem valami élelmiszerre, tehéntej, tojás, szója összefüggés, mutat az asztma, és gyógyíthatott esetben, tehát tünetmentessé tehető az asztma is. Most nagyon felkapott lett a pecsétvi, az gomba, nagyon sok el lehet róla olvasni, mert hogy állítólag nagyon sok jótékony hatása, nem csak ez az egyik. Germániumban benne oxigén felvételt javít a szívizomban, az agyban. Ezek a németek, tehát. Germániumban. És azt például adhatom allergiás gyereknek, tehát azt teheti?
Igen, azt gondolom, hogy igen. Azt teheti. Kicsit hát nehéz lesz a beszerzése, de... Ma nem, már hát ma már ilyen granulátumok, a... minden bioborban vannak. Hát az igazit azért nem mennék ki a bőrzsönybe most. Pecsét viasz gomba keresek tapfolyam. Csak egy picit félre nézel, tudom. Csak nem mindegy, hogy napon szárított, vagy... Hát az, amit nem szabad mondani gombászás közben, szerintem az. Igen, hozd a tojást, csinálj. Úgy emlékszem, hogy ez az első falat éles, nem az enyém. Csak ha láttok a forgalomban különböző árfekvésű pecsétviasz gombákat, akkor csak itt jelzem, ugye, hogy van a levegőn szárított, mondjuk oxidált forma, és van a liofilizált, vagy fagyasztva szárított termék, ami egy jóval drágább és értékesebb. Akkor azután nyúljuk. Tehát szakmailag két külön világról beszélünk, a levegőn szárított termékek és a fagyasztva szárított termékek. Uh-huh. Vagy vákum, nem melyik vagy. A és, hát a vákum szárított és a fagyasztva szárított, ugye ezek a legdrágább technológiák, tehát ezért találtok mondjuk liofilizált vagy vákum szállított áfonyaport találtok mondjuk 10 dekát 1500 forintért, és senki nem veszi meg, mert hát áfonyát meg veszek a piacon. Csak elfelejtjük, hogy ugye egy kiskanálnyi áfonyaport vízzel fölkeverek, abból nyers áfonyalé lesz, mert a liofilizált termék az nyersnek számít. Tehát olyan, mint a nyers áfonyát tettem volna egy marékkal. Tehát viszont, hogyha szárított áfonyaport veszek, amit 40 fok fölött szárítottak, akkor az egészen más oxidált. És abban már nincs annyi anyag. Tehát ugye szakmailag más-más folyamatok vannak. Gábor, köszönjük szépen! Ez kerek volt. Én köszönöm. Kerek volt. Mit reggeliztél? Diótejet készítettem. Hát mi más? Bevallom, hogy este... Hacsütörtök diótej. Egy jó kis diótej vagy biótej? Hát, diótej. Igen. Dió, méz, víz és egy kis bourbon vanília, majd turmixgép, egy 550 wattos jó kis turmixgép, majd fontos, kis... hogy 550 wattos legyen. Így van. Nehogy 600-as és a 400-as meg kevés. túl keveri. Egy szűrés, hogy ugye darabos részt nem mindenki szereti, és ebbe zabot, mit tettem még bele? Köles pejhet tettem még bele. És hát agavészirup került hozzá, egy pici kis kandírozott gyömbére. Mire éregem megcsinálom, a Beninek leérettségizne. Igen. Tehát mire előveszem a hozzávalókat, a gyerek már 6 szóelmet iskolába visszajött. Két szakkörül múlt. Nyári szünetem van a nagyanyjánál. Igen. Egy kis csiamag került. Csiamag és odákat tesz. Egy jó kis csiamag. Hát ilyen kis egyszerű reggelim volt már. De egyszerű. Kinek a fundás kenyér, kinek a csiamagos diótej, nem? Hát persze. Egy kis ez, egy kis az. Igen. Csak 30 fél alapanyag. Nem, megy ez gyorsan. És finom egy ilyen? Egyébként biztos jó. Igen, az ízvilágát egyénileg lehet beállítani nyilván, meg datóját, mazsolát lehet ezekhez enni. Nyilván szokni kell, de hát én már majdnem 20 éve ezeken élek, tehát nyilván én megszoktam. Viszont azt tapasztalom, tehát én nem csinálnám ezt, tehát csak bolondozásban nem csinálok ilyesmit. Azért csinálom, mert erőt ad. Tehát gyakorlatilag tapasztalom azt a hatást, hogy ettől lehet délután még futni is egy 8 kilométer. Tehát egyszerűen hihetetlen jó hatása van. Egész, tehát sok órán keresztül ez hat. Utána már csak vizet iszunk, esetleg leveket iszunk. Ez betalod, és akkor délután még egy ilyen répa és megvan. Így van. És ez egy jó színed van, és jól nézel ki tényleg, tehát valami kell, hogy működjön. Hát, fehér jó, a fehértől az... itt esne össze a küszöbön. Igen, tehát hogy ez egy jó, akkor ez az. És bam, és vége lenne. Nézzétek, hogy voltam, csak egyetlen gondot, voltam szemüveg vizsgálaton, vagy szemvizsgálaton, szemüveget készítetek, és javult a szemem 5 év alatt egy dioptriát. Ami érdekes dolog. Azt mondta a hölgy, hogy előfordulhat spontán gyógyulás, de ugye ezek a, most ugye körülbelül majdnem egy hónapja fogyasztom a leveket, céklaságarép és egyéb leveket, ugye lehet, hogy ez ilyen spontán egy hónapos szemjavulás volt, mert tényleg érzem és látom, hogy javul a helyzet. De ezek jó eredmények, szép eredmények. De másfelesből szinte feles lett a szemem mínuszban, és szerintem ezek olyan visszajelzések, amik jók, tehát hogy nem lett hárma szemüvegem, akkor azt mondanám, hogy valamit nagyon rosszul csinálok, hanem javul a helyzet. És ez jó. Gábor, örülünk, köszönjük szépen, hogy én itt voltál. Köszönöm, én köszönöm, sziasztok. Jókat mondtál, remélem, hogy sokan tudják hasznosítani. Fél 9 múlt 1 perc, Lákos elmondja a legfrissebb híreket. Közben sokan kérdezitek, hogy mi a helyzet a Szentendrei úton, mert hogy sokan próbáltok bejutni, és nem lehet megállt. Néhány helyen halad csak lépésben. Ha valaki megírja nekünk, hogy mit látott, akkor azt megköszönjük. Jó, mert hatalmas dugó van, de az okát egyelőre nem tudjuk. Ákos, tudod? Mondod? Láttál valamit? Békásnál baleset. Hát nem láttam, mert nem voltam ott, de Békásnál baleset történt. Úgyhogy itt mindjárt elmondom fél perc, jó? És tudja. Hadd legyek egy picit ilyen reklám. És nézd meg, és tudja. Hát ez a gyerekek, fiú, ez a profizmus. Fél perc múlva, Hunyad Ákostól a legfrissebb részletek. Remélem, senki nem ölte meg magát ettől a zenétől. 3-4-9 lesz egy perc. A jó zene, imádom, de hát... Igen.
Na mindegy. Azt mondja, hogy nézzük a közlekedési híreket, és akkor nem mondok semmit, amit később megbánnék, mert öregszem. Nem lehetsz, hogy nem lehetsz. De, már látod, már ezeket csak úgy elengedem, hogy nem biztos, hogy ez reggelre való. Polgár Peti Hunyadal, mi? Ez is egy azt szakma, kéne. Nem egy szakkör. Az M3-as autópályán Pestfélé a rekettyés pihenője előtt kamion az árokban kis csúcsú küldte nekünk. M0-as alacskai pihenőnél a Molkút után az M5-ös felé nagy rendőri ellenőrzés készülődik. 50-60 rendőr több kocsival a parkolóban várakozik, figyeljen mindenki. M7-esen a 28-as kilométernél mozgó trafi van, ami egy rendőrautó a leállósában arra szól, Dávid 94 küldte nekünk, valamint Kőszegnél egy komplett kamion a patakban folyik a mentés, ott is dugó van, Topcsi üzente. Balmazújvárosban a Böszörményi utcán a Böszörmény felől érkezőket mérik, a jóképűjék, Herceg G üzeni nekünk, a Budakeszi úton is mérnek, és Füzesabony után Budapest felé kamion az árokban, de ezt lehet, hogy igen, ez a rekettyés pihenőnél van, ezt mondtam. Békásmegyere elesett, minden kivezető út beáll, 10 perc alatt körülbelül 500 métert lehet megtenni, és Budakolászról a Megyeri hídra és nagyon nehéz a feljutás, 40-45 perc alatt lehet eljutni a nullásig, hogy utána az ember próbáljon gyorsan menni. Hát ezek a legfrissebbek. Nagyon komoly. Nagyon komoly. Kérem szépen. Szeretném. Mi van? Nem érdekelnek a számaid. Jól van. Most miért komolyan ezt? A Grabojev számai, meg Grabovoj, meg nem tudom milyen számai. Azt tudtad, hogy a Grabojev számokkal például egy szerencsétlenül járt macskafülét is vissza tudták növeszteni. Eléci. Itt van! Én rákerestem erre, gyerekek, ez engem úgy megfogott, és az van, hogy Révfülöpön egy szegény macskának vagy levágták, vagy valahol beszorult a füle, és megvan a Grabojev száma, 598-64-18 sejtregeneráló cicák számára. Tehát ha van beteg macskátok, akkor 598-64-18 tedd a fekhelye alá, és visszanő a macskafüle. Azért vettem elő. Biztos, hogy elveszítettél. A Jani mesélt a kutyusáról, most elkezdek valamit keresni neki is. Számot teszel alá? Akkor egy Grabojev számsort, érted? Atya Isten. És nagyon komoly beszámoló van meggyógyult influenzás 4 éves gyerekekről, mondom 48-14-2-12, és ezek vannak. Sőt, egy elromlott porszívóról is ír a szakirodalom, ami a Grabojev számsorral jött rendbe. Aha, és ezt tudtátok, hogy a Grabojev úr budapesti előadáson felül lesz a moderátor? És azt tudtátok, hogy az indiai szopóbékák megeszik a társukat? De előtte boldoggá teszik őket farra. És most szeretnék nektek megtanítani egy dalt, ez a bőség számsor lekottázva. Aha, ha folytatod tovább, meg szeretném magam megölni. Miért őrültél meg teljesen felé? A maradék jó zeneszed hová tűnt? Én hiszek, ezek most már elkezdtem hinni. Én tudod, én voltam a szkeptikus, de ez most már a Grabojev számsor olyan bizonyítékokat tárt elém az interneten. Azért vettem elő megint, mert valaki megírta, hogy Feri ne higgyed. Nézd, a hitnek egyébként van placebo hatása, tehát hogy persze, az működik, tehát az a nagyon erős önszuggesztió, az működik, hogy te beveszed a placebót, vagy valamit, amit te hiszel, és te meggyógyulhatsz, azért ezt ne gondoljuk, hogyha 26-36-48-as számsort a fejünk alá tesszük, akkor utána meggyógyulunk a rákból, mert nem azért ez ennél bonyolultál. Igen, vagy a gyerekem allergiás, asztmás, akkor berakom a 42-4-16-ot, és elmúlik. Tehát, hogy ebben hinni azért az meglehetősen nagy blödség, de az, hogy az ember magába szugerál valamit, és attól javul, azt nem vetem el. Csak az nem feltétlenül a számsortól van, az csak inkább az indok, amire fogod, de közben pedig szugerálod saját magad. De ne zsibbasszál ezzel engem most már többet. A Grabojev számsoroddal. Mi van az ágyad alatt? Mi van a párnád alatt? Van? Persze. Mm-hmm. Persze. Van ilyen. Még több kolbász számsor. Kövér disznót a népnek számsor van ilyen? Van is. Hízott disznót a magyarnak. Csak egy nyárra számsor. Ezek vannak. De azért vettem elő megint, mert hallgató megírta, hogy hát hogy lehetek ekkora hülye barom, hogy de tényleg ebben hiszek, hogy akkor viszont nem jól árnyaltam az élt a hangomban valószínűleg. Nem, most megkezdem én is elhinni, igen. Na, egy nagyon érdekes hírrel készültünk, illetve pontosabban egy cikkel, mert van egy közösségi oldal, ugye a reddit.com, amit szerintem sokan ismernek, talán még egyen-ketten használnak is, és ott szülők osztották meg a tapasztalataikat arról, csak ki tudom mondani, hogy milyen érzés volt, amikor megtudták, hogy a fiúk vagy a lányuk már szexel. És ez egy olyan téma, ami igazából nem is tudom, hogy tudta elkerülni a figyelmünket hosszú-hosszú éveken keresztül, mert soha nem dolgoztunk föl, nem csináltuk belőle műsort, nem készítettünk belőle adást, pedig egy nagyon érdekes pillanata a felnőtté válásnak, amikor a szülő szembesül azzal, hogy a gyermeke már ugye aktív szexuális életet él.
És leírták szülők, hogy ők hogy jöttek rá arra, mert ezen a közösség oldalon be lehetett erről számolni, hogy egészen más gondolnak gyermekükről, és a gyermek már valami egészen más csinál, és az köszönő viszonyban sincs ahhoz képest, amit a szülő gondol az ő kis csemetéjéről. Csúnyálkodik. Nagyon-nagyon csúnyálkodik, igen. Például az egyik szülő elmondta, hogy a gyermeke rossz helyre küldte az SMS-t, és az SMS az így szólt. Hát persze, hogy szexelni akarok veled, az sem érdekel, ha részeg vagy. Visszaértem neki, hogy ugye tudod, hogy az apádnak küldted el az SMS-t. Majd hosszú csend után újabb SMS volt, mondja a beszámoló szülő, újabb SMS jött, hogy a barátai lenyúlták a telefonját, és így akarták megtréfálni. Mire a szülő visszaért, hogy jó, akkor most már tudom, gondoltam. Ez is egy nagyon helyes történet. Elvittem a 16 éves lányomat az orvoshoz, az orvos megkérdezte tőle, hogy szexuálisan aktív-e, azt felelte, igen. Teljesen egyértelmű volt, sejtettem, hogy így van, de akkor is szörnyű volt, amikor kimondta. Aztán egy másik szülő, ez is jó történet. Kempingezni mentünk a hétvégére, 17 éves fiunk otthon maradt egyedül, amikor hazértünk, megvárta, amíg az anyja bement a házba, és azt mondta, apa, szexeltem hétvégén. Vettem egy nagy levegőt, ezután ő, apa, még egy kérdés, lesz olyan, hogy tovább fog tartani? De arany tűnjél. Próbáltam nem röhögni. Írja a szülő. Nagyon helyes történetek vannak. Egyébként hosszú-hosszú oldalakon keresztül elemzik. Ismeri a saját teljesítményét. Nem, fiam, ebbe törődj bele, nem fog tovább tartani soha. Igen, van, aki egyszerűen csak ószert talált a kukájában. Vannak anyukák, akik megdöbbenve írják le a tapasztalataikat, hogy mi történt karácsonykor. És például egy ilyen történet. Az egyik tini írta, karácsonykor természetesen túl sokat ettem, és azt mondtam apámnak, mert hogy tinik is elmondhatták, hogy a szüleik hogy jöttek rá. Azt mondtam apámnak, te jó ég, úgy érzem, mintha terhes lennék. Apa azt mondta, biztos én vagyok a szűz Mária, mert ugye hát még szeplőtlen lenne a fogantatás, mire a szomszéd szobában erre a bátyám felröhögött. Aha, persze. Aha, nyilván. Apával egymásra nézünk, és így tudta meg, hogy már ugye a dolog megtörtént, és nem vagyok szűz. És hát biztos, hogy sok olyan hallgatónk van, aki szülő, és nyilván szembesült ezzel. Ránk ez talán még azért még várat. Nem, hála Isten, még nem, hála Isten, hát korán jönne, azért nálunk pláne, de még azt hiszem, hogy nálatok is korán jönne. Sikoltanék egyet. Viszont nagyon sok szülő nyilván szembesült már azzal, amikor nem csak az történt, hogy inflagranti kapta a gyereket és rányított, mert ugye az egy hát ott késztények vannak, de amikor egyszer csak tényleg észrevettél egy SMS-t, találtál valamit a zsebében, egy fél mondatot, vagy rájöttél, vagy beleolvastál valami, és rájöttél, hogy a gyermek átesett. Igen, azon az ominózus tűztkeresztségem. Én nem csodálkozom rajta, hogy valaki ezt így tett szülőként, egy picit így traumaként éli meg, mert abban a pillanatban érzed, vagy tudod már, hogy a gyerek tényleg felnőtt. Tehát már nem az a kicsi pici tutuigatni való, a babusgatni való kis lányka vagy fiúcska, aki hát, annak és megint volt. Előjön a lányka fiúcska, hogy a lánykát ugye félted, és ott fogsz sírni, hogy Istenem, a kislányomat valaki, jaj! A fiúnál meg azt, hogy ez az te hím állat, és boldog leszel. De ott is megvan a veszély, hogy valaki teherbe ejt, és utána nem mondják hát el, igen. És meg akarják tartani, igen, mert őrültek lesznek, és 18, és azért, hogy apa leszek, szóval, hogy azért lenne a lányom valószínűleg jobban félteném ettől az egésztől, mert az nagyon durva szerintem, amikor a saját lányodat látod, hogy elviszi valami bőgatyás baseball sapkácsába. Ugye erről már beszéltünk. Neked ez a fóbiád. Nem mindig a bőgatyás baseball sapkás. Egy magróval a vállán, és azt mondja, szia tesó, jöttem a lányodért. Elmegyünk két napra, és ott állsz rajtom, hogy veled be a takarodjál el. Jó, de az egy ilyen másik téma, hogy mit szóltál, amikor a lányodnak, fiadnak udvarlója lett, és az első benyomások. Ezzel már foglalkoztunk. De amikor tényleg azt írjátok meg nekünk, amikor megtudtátok, hogy a gyermek már nem az, aki egy nappal azelőtt volt. Ez normális jelenség egyébként, hogy te így tudod meg? Nem kéne erről beszélgetni előtte. Hogy édes lányom, mire? Amikor nem tudom, hát ez az, én itt állok előtt egy 10 év. Most hétvégén elmész egy táborba. Valószínű, szexelni fogsz. Én remélem, hogy nem, de hát... De fogsz. Nézd meg anyádat. Anyáddal is szexeltünk egy táborban. Anyádat is elkapták egy gólyatáborban. Valószínű, szexelni fogsz. Ugye, mi történik? Hát nem tudod ezt neki elmondani, hanem utólag jössz rá, mert ő is fél neked ezt elmondani. De miért? Nem a szülő. Igen, de hogyha... Nem fog ebbe beavatni valószínű. Tehát akkor tehát megint visszatérve erre egy picit a trauma részére, hogy akkor nagy a trauma, meg akkor ijedsz meg, meg akkor félsz, amikor ezt ő így kimondja, vagy amikor kiderül, amikor nem előzte meg a felvilágosítást. Tehát, hogy amikor azt érzed, hogy valami kimaradt, és vele mégis megtörtént valami. Érted? Tehát, hogy nem készítetted föl gyakorlatilag, nem beszélgetetek soha a szexről, aztán mégis kiderül, hogy ő már szexel. Hát persze. Akkor van a probléma. Mikor apu
leül a gyerekkel, vagy anyu leül a gyerekkel, és elkezdi magyarázni, na akkor a Biblia a porzó. Ez a fajtája nem biztos, hogy van. De mindegy, de elkezd, és utána röhög a gyerek, hogy figyelj, anya, túl vagyunk. Igen, hogy túl vagyunk mindenen. Nem besz, egy csomó család nem mer beszélni, ahol egymással se, a pár sem mer beszélni a szexről, az és a gyerekkel sem mersz beszélni, és amikor elkezdesz beszélni, 16 évesen, akkor a gyerek legyint, hogy apu, figyelj, túl vagyunk már minden. Már így tudja, igen. Na, drága szülők, hát írjátok meg nekünk, tulajdonképpen felkészítő bennünket. Mi volt az a pillanat, amikor rájöttetek? Hogy jöttetek rá? Mi történt? Rányítás történt, telefonba beolvasás, közölte a gyerek, odajött két hónappal ezelőtt, lerakott elétek egy nem tudom, terhességi tesztet, és azt mondta, hogy apa, örülsz? Hamarosan nagypapa leszel. Remélem, hogy nem így. Persze, igen. Kicsit irális a sztori, reméljük, hogy nem így. Anyukák, írjátok meg, amikor először tapasztaltátok, hogy a fiatoknak törni lehet a boxer alsója. De azért csak adjál, mert ugye hát az a fejlődés velejárója, hogy előbb-utóbb ugye apró pici kis legényfoltok jelenek a gyermek nadrágján. Hál' Isten, a gyermek akkor rendes irányba fejlődik, azzal nincs baj. De amikor tényleg megtudtátok, hogy tudtátok meg, jó? Na, ezt küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk az SMS-ekkel a hírek után, illetve gyorsan mutatjuk, hogy mi a beugró hármasugrásra. Ez a beugró hármasugráshoz. Na, a betyárját. Mindent tudunk róla. Mindent tudunk, sokat játszottuk mindegyiket, így van. Írjátok meg, mit hallottunk, illetve várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez a beugró hármas. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. Kicsit még kiélveztük a tapsot. 9 óra után 9 perccel itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Azt nézem, hogy mi helyzet az utakon, kutyát gázoltak Érdnél. Jaj, az M6-oson Pécs felé, Soma, köszönjük, hogy elküldted, vigyázzon mindenki. Aztán Lukács házán megint mér a szerv, most a Kőszeg felül érkezőket, Kőszeg elején továbbra is kamion a patakban. És ott dugó várható. Trafi a Dózsa György úton a rendőrség előtt, Gumikacsa üzen nekünk, és van egy másik trafink is, a 44-es főúton, Szarvas belterületén, a Tecsónál kell rájuk nagyon figyelni. Ezt Csoki guru küldte. Balesetet nem láttam a Szentendrén, a dugó oka a nullás végén levő körforgalom, amíg nem oldják ezt meg, minden napos probléma lesz. Szép. Igen? Ez lesz a 45 perces várakozás akkor. Ja, ott Budakalasznál van egy körforgalom, hogy ahogy föl tudsz menni. A nullás hídra. Várjál, csak jövök be Szente. Ja igen. Ha jössz be Szentenére, akkor átmész a felüljáró, nem érint a körforgalom. De ha elmész jobbra, hát, amikor a nullásra akarsz menni, akkor érint akkor a körforgalom. Érint, igen, ott kimenni a bevásárlóközpont felé, vissza. Ha egyenesen felsőmész, akkor átmész a felüljáron, de ott nagyon beszűkül egy sávra, és gondolom, hogy az dugul vissza. M7-esen a 28-as kilométernél mozgó trafi van, vigyázzatok, és a budakeszi úton is szintén mérnek. Na, mi pedig egy nagyon helyes témával foglalkozunk, mert hogy egy internetes portál megkérte a szülőket, hogy írják meg, milyen volt az első pillanat, amikor azzal szembesültek, hogy gyermekük már aktív szexuális életet él. És hát ez nem azt mondom, hogy minden szülőben fogalmazhatunk úgy, hogy a legtöbb szülőben azért mély nyomot hagy, főleg úgy, ha talán még nem volt erre felkészülve lelkileg, azt hitte, hogy a gyermeke még nincs ebben a fejlődési szakaszban, és hát még ő egy kicsit szíve szerint várt volna, hogy a lánya vagy a fia az érettebb kategóriába lépjen. És akkor szülők leírták, hogy tudták meg, van, akinek ugye félreküldték az SMS-t, van, aki hát gumit talált a kukában, van, aki kempingezni vitte a lányát, ahol ugye a lány elszólta magát, és hát fiatal lányok, fiúk is írtak, hogy az édesapjuk, vagy az édesanyjuk hogy jött rá. Ez még előttünk van, tehát mi csak inkább várjuk, vagy vártuk az SMS-eket. Hozzászólni azért nem tudunk, mert még legjobb tudomásunk szerint nem vagyunk túl rajta. De hát aztán, ugye ma már azért... Csókolózni már csókolózott legalább a virág. Én? Ja, köszönöm a kérdését, megesett. Igen, volt már. Hogy megesett, ezt például már tudod, hogy volt-e nem, valami nem volt meg neki, nem. De tuti nem volt, vagy ki? 100% hogy nem. Nem. Én nagyon őszinte a kapcsolatunk, nagyon sokat beszélgetünk egymással ilyen témákról is. Tehát, hogy én annak vagyok a híve, hogy menjünk elébe egy picit a dolgoknak, meg a gyerek amúgy is érdeklődő, úgyhogy hogy elmondaná. Ha, ne, ha másnak nem, akkor az anyjának, az anyja, az meg elmondja nekem. Mi jön az SMS? Aha. Te ostoba bad. Hülye vagy, tudod, ne beszélj már hülyeséget a rádióban. Iskolában. Az iskolában hallgatlak, de hülye vagy, akkor tudod. Jézusom, a fater hallgatjátok, milyen kőkorszak. Nem, tartanak tőle egy kicsit.
Ja, a fiúk. A virágtól? Neveli őket? Rettegnek tőle. Na, van egy hallgatónk a vonalban, ha Zsülát veszi. Halló, jó reggelt! Halló, Erika! Na, hello, sziasztok! Szia, hello, Erika! Na, hány éves a gyermek? Hogy tudtad meg? Hát most 19 éves a fiam. Ez tavalyi sztori. Hát akkor egész sokáig váratott magára. Igen, igen, nem kapott el. Szerintem a 18 éves kor az nagyon rendben van. Tehát főleg a pasiról van szó. Na, mi történt? Hát ért ki a fürdőszobából, és a háta össze volt karbonázva. Heves volt a cica, és rákérdeztél? Hát és mondom neki, hogy nem kisebb úgy nézel ki, mintha macskákkal aludtál volna. Mire visszanézett, és akkor azt mondta, anya, csak egyel. Tényleg? És ott volt még a macska nálatok, vagy máshol történt a dolog? Nem, máshol történt meg a dolog, nem itthon. Na, de gondolom 19 évesen erre te már azért úgy fel voltál készülve, nem? Hát azért már úgy a végén, igen. Ő már régóta szerette volna, hát egy idősebb csaj volt. De akkor beszéltem, hogy igen, ide jó. Az kell, és a műkörmös. Igen, úgyhogy egy érett kismertű volt. De előtte már beszélgettetek róla, tehát te tudtad, hogy ő már nagyon szeretné, jó lenne túl esni. Hát igen, mert találtam, de volt egy olyan gumi nála, aminek már kétszer lehet a szabatosság. Micsoda, lejárt a szabatossága? Volt mindig a fiókjába óster, és kétszer lejárt a szabatosság. Ja, mindig figyeltek, na jó van, ez még mindig a tavaly. Akkor cserélünk. Jó van, ez még mindig a tavaly előtti rózbőr is. Igen. Kicsit a körömmel megnyomtad a tetején. Jó van, még mindig nem nyitották ki. Igen, látom. Ákó gumi 89 sorozatszám 002. De nem volt rossz érzés szülőként, nem? Vagy az ember egy nem, mert aztán mégis egy elég kis komoly, egy egyetemista csaj, ő idősebb volt a fiamnál 5 éve. De hát azt nem lett belőle semmi, egy kisfiam egy darabig szerelmes volt aztán. Aztán vége lett. Elmúlt, igen. Persze. De hát az idősebb nő legalább megtanította arra, amire meg kell. Hát igen, Arra is ebben. Jó is, ez köszönjük, hogy elmondtad, Erika. Nagyon jó viszonyunk van egymással. Most már azt mondja, most már már csak azt mondja, anya, jobb neked, ha nem tudsz semmiről se. Jó, hogy nem lehet ott. Ó, igen, addig örülni, amíg kicsik. Ugye, amíg te vagy a legjobb barátjuk, meg neked mondanak el mindent, olyan gyorsan elmegy az idő, aztán utána már igen. Köszönjük, hogy elmondtad. Hát most már egy 15 éves lányom, úgyhogy most majd ő fog következni. Hát attól jobban élek. Óvatosan. Hogy milyen szorival fog hazaállítani. Igen, igen. Ha neki van összekarmolva, hát az sokkal rosszabb lesz. Igen. Óvatosan. Vigyázz rá, Anikó, köszönjük, hogy elmondtad. Köszönjük. Bocsánat, Erika. Igen. Anikó, következő hallgatónk, azért Anikóztam le. Hello, Anikó, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Szia. Hány éves volt a gyermek? 16 éves. Fiú, lány? Fiú. Ja, hát az már úgy alsó határ, de belefér. Na, nem? Te is, ugye a hát fiúknál igen, belefér. Mi még nem voltunk erre felkészülve. És? Hogy ért benneteket az első sok? Mi történt? Hát voltak ilyen apró jelek, ugye mindig csajozott, meg... Azért az nem olyan annyira apró jel. Aztán egyszer csak elé állt, hogy hát kellene neki pénz. Hát mondtuk, hogy ott van zsebpénzed, de kisfiam a következő juttatásig. És akkor apának mondta el, hogy hát úszerre kellene, ha nem akarunk nagymamák lenni, akkor jó lenne, ha adnánk neki. Tehát a gyerek jó érzéke megzsarolt benneteket. Aha. Tehát igen, vagy adtok, hogy hamarosan nagyszülők lesztek. Hát ilyenkor az ember ad, gondolom, nem? Hát persze, adtunk. Aztán utána ugye rájött, hogy mi hol tartottuk az óvszert, és akkor láttuk, hogy fogyatkozik a... kész lett, a faterét elhordta, óriás. Ügyeskör, hogy gyere vissza, ott vissza, mert látod, nekem is csak egy van. Hát nem, azért először, mikor észrevettük, hogy egy-kettővel kevesebb lett, azért megkérdeztem, hogy a páromat, hogy hát akkor meg nem mennyi volt? De mondja, hogy te, de mondom, hogy nem annyi. Szép az, ugye? Gyermekkorban a francia drazséra járnak rá, felnőtt korban, vagy kamaszkorban pedig már a gumi obszere. Szép fejlődés, hát szép fejlődés. Köszi, hogy elmondtad, csáó. Csáó, Anikó. Köszönjük. Minden reggel. Köszönjük. Nagyon-nagyon aranyos vagy. Tedd, amíg lehet. Köszönjük, csáó. Szia. Azt mondja, hogy gyorsan egy-két SMS mit írnak a hallgatóink. Nézzük. Fiam van, 16 éves volt, amikor ért a trauma, mondtam neki, hogy megyek a boltba, hozzak-e valamit. Mire ő mondta, hogy igen, egy csomag óvszert. Minek az neked, mert elfogyott, aznap nem szoktam le a cikiről. 3 éves. Igen, én megyek haza délután, és arra megyek haza, hogy a fiam beágyaz, és éppen befejezte a fürdést. Gyanús volt, hogy kora délután ilyet csinál, kérdezem, hogy csaj volt, nálad nagy hallgatás. Csak nem, kérdezem, én riadtan kisfaggatózás után bevallott, hogy igen, egyébként túl van az elsőn, és már nem szűz. A 14. szülinapja volt, ekkor kézenfogva elmentünk óvszert venni. Az gyönyörű történet. 14 éves. A fiam augusztusban lesz 15. 14 éves. Hát állítólag ma már, ezt nem tudom. Meg fogok ijedni, ha Soma 14 évesen azt mondja, hogy
Mit akarsz tudni, Fater? Ja, gyerek is, ilyen beszélünk a szexről. Mit akarsz tudni, Fater? Ugye? Igen. Ez a klasszikus. Igen, igen. Miért persze? Mit szeretném mondani apának? Nagypapán. Igen. Húne már! Legalább egy középiskola, vagy valami. Szép is. Én azt kaptam a karácsonyra a 15 éves fiamtól, hogy a kislány anyukája felhívott, hogy imádkozzunk együtt, mert a kislányának késik. Aha. Az mondjuk azt jó, hittem, hogy jó a kapcsolat kettőtök között. Azt hittem, elájulok. Nem gondoltam volna arra azt, hogy a fiam már túl van rajta. Igen, hát amit mondott a fia, amikor annyit a számon kérte, az már nem beolvasható. Azért a szép, nem? Átcsörög a lány édesanyja, hogy na most akkor kedves anyuka. Még nincs. Egyrészt hadd mutatkozzon be, kettő imádkozzunk együtt, mert a gyermeknek készség, igen. 16 éves voltam, akkor már 8 hónapja voltunk együtt az akkori barátommal, nála aludtam, amikor megtörtént, másnap az anyukán rám nézett, és csak annyit kérdezett, megtörtént? Néztem rá után, és annyit mondott, hogy rá van írva az arcomra. Apám 3 évig ezután még nem tudta, bár minden harmadik hónapban ő váltotta ki a fogalmazásgátlót, amit anyu a nevére iratott. Azt fel. Azt a papa fölkészült volt akkor. Papa annyira nem foglalkozott a részletekkel. Valami elküldtek érte. 2 C-vitamin, egy lássilapító kúp és egy doboz fogalmazásgátló. A papa nem stresszelt ezt annyira túl, igen. Azt mondja, anyám úgy jött rá, hogy félrement egy SMS-em, a tanárnőmnek küldtem el, aki anyám barátnője, írtam neki, este megcsinálok, mint a kis széket. Visszaírta, hogy előbb a leckét. Jó, ide jó. Ki kéne javítani ezt a matekket. Azért, amikor a tanár kap egy éresemest a gyerektől, megcsinálok. Értem, kisfiam, rendben van. Előbb csináld meg a környezet ismeret. És utána beszélhetünk erről is. De jó. Úristen. Úgy jöttek rá anyám még, hogy másnap reggel jött ébreszteni anyukám a szobába, majd közölte, hogy apu tegnap elment horgászni, mert annyira hangosak voltunk, hogy nem bírta tovább. Ez jó, ha jó a műsor. Hát annak küldte. Hát azért, ha jó a műsor, Feri, azért gondolj bele. Szóval azért gondolj bele, hogy fiat van. Mi csinálsz, átkiabászni, adj neki. De nem, most gondolj, hát fiat van, átunkod. És akkor hallott, hogy jól szórakozik. Aha. De majd, ugye hát neked lányod van, meg jönnek is, és ülsz az alsó emeletén, és azt hallott, hogy felül kiabál a lányod, mert egy bűgatyás baseball. Hogy van a bűgatyás baseball sapkásokkal? Egy szűk márványfarmeres csávó dolgozik a lányodon. És hallott, hogy ugyan a lányodnak jó, de szíved szerint bemennél neki segíteni, mert lehet, hogy bajban van. És te apaként egy pohár kőbányaival végighallgatod ezt a nappaliban. Azért ezt át tudod. És még örülsz, hogy legalább otthon történik meg. Persze, nem egy kocsiban, valahol a hármas határhegyen, érted? Mondom, mert akkor tudod a gyerek őszinte hozzád, meri vállalni az érzelmeit. Azért, ha ezt az erkén mondod, hogy gyere, menjünk az erkész, mert nem bírom hallgatni. Szóval azért az... Anya, szaladjunk le egy doboz cigiért. Valami menjünk esétálni, mert valamit vegyünk a patikába, hozzunk valamit, mert nem bírom hallgatni. Szedd már össze magad, öcsém! Vagy mi bekiabálsz, adjál még neki! Nem, hát nem örülsz, hát nehogy kiabálsz, hát a saját lányodról van szó. Hát minden apa kicsit szerelmes a lányába. Hát ott megjelenik a konkurencia, egy másik férfi. Hát azért nem kiabálsz be, hogy adjál még neki, szereti. Szóval azért... Én szerintem szörnyű. De hát írják, hallgatok. Hát ezzel, amikor szembesül az ember ezzel. Azt mondja, hogy... Anyám rám nyitott akció közben, nem meglepődött, csak annyit kérdezett. Kisfiam, te mesztelen vagy? De muter nagykabátban nem megy, írja egy hallgatót. Az én fiam 16 éves volt. Igen. Ja, ezt már olvastuk. Hát, hogy van, amit nem lehet beolvasni, igen. Az én fiam 16 éves volt, amikor szexelt, miután ott aludt a barátnőnél, felhívott, hogy várjam meg ébren másnap, mert mesél valamit. Nagy vonakban elmesélte, megkérdeztem tőle, hogy lánynak is jó volt-e. Mondja, hogy kicsi zavarba jött, és mondja, hogy azt nem tudja, de neki igen, aztán megbeszéltük a dolgot. Szép napot, Évi. Fú, az itt kemény lenne. Akkor ezt így kibeszéled a gyermekeddel, nem? Ja. Vannak aztán pozitív példák is, akik egyszerűen csak rákérdeznek, megtörtént, és megbeszélik, és túl vannak rajta együtt. Gyermekszülő, tehát ilyenek is vannak. Apukámnak mondtam, hogy mindig kopogjon, ha bejön a szobámba, erre nem telik el 2 nap, egy koppintás az ajtón, be is nyitott, hát persze, hogy éppen már zajlott a dolog, egyből becsapta az ajtót, és hallom, hogy kint röhög a szoba előtt. Két órán keresztül nem mertem menni a szobáról, még az ebédet is kihagytam. Nagy lehezen lemegyek el, még mindig röhög, kérdezem, hogy mit gondoltál, apa, malmozzunk? Mondta, hogy erre nem arra gondoltam, hanem azon röhögök, hogy nem tudtam, kinek a szőrös fenekét látom. A tiédet vagy a barátnőt? De
De jó. Az azért, amikor gondoljátok, hogy apádat hallod röhögni a szobád előtt, érted, éppen gyurmázol ott egy lányon nagyon, és apád hülye röhög a szobád előtt, szóval azért el akar süllyedni. És megkérdezi a barátnőt, hogy fiú, apukád miért neved ennyi? És hallott, hogy... Szóval azért ilyenkor a szülők sem mindig tudják, hogy mi a jó megoldás, nem? Na jó van. Hát köszönjük szépen az SMS-eket, egyébként tényleg nagyon jó hozzászólások vannak, ahogy a reddit.com-ra is nagyon sok szülői hozzászólás érkezett, hogy ki hogy tudta meg. Na játszunk, jó? Itt van már is egy hallgatom. És hármasugrás játszunk már is. 3-ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Mindjárt jön akkor. Vannak olyan esemesek, amikor a szülők tudják. Hazamentem, megtörtént, apu rám nézett és közölte, már nem vagy szűz. Az hogy látod? Hát látod, ez van, hogy látod. Igen. Igen. Hát lehet, hogy látod, hogy besúnyog, mondjuk a körülményekből összeteszed, hogy ment a... nem tudom. Feri ezt hallva, a hangot hallva, csak ének az esemesek, Feri ezt hallva, Balást hívná, állítsd a Benit. Az még a jobbik. Ó, az még. Hálagább tudod. Hát most mi? Akkor tudod, ismered a gyereket, érted, 5-4 éves kora óta, vagy születése óta. Tudod a körülményeket, hát ott azért kicsit hátradőlnék, hogy megvagyunk. Na. Szép család egyesítés lenne egyébként. Összejárnánk fröccsözni néha. Hát sok beszélgetés nem lenne, de... De van még egy nagyon SMS. 16 éves fiammal először aludt a kis barátnője. Párommal aludni készültünk, de túl nagy volt a csend, mire elindult a fantáziánk, hogy nekünk is kéne valamit csinálni. Mire végeztünk, még mindig apró nyögéseket hallottam. Megkérdeztem a férjemet, ilyen jó volt, mire rájöttünk, hogy a túloldalról jönnek az apró nyögések. Jobban bírják. Az a legszebb, amikor a szülők az egyik szobában, a gyerek a másik szobában, nem? Az a családi egység. Halló, jó reggelt! Még nem haló, jó reggelt. Micsát, Rachel? Nem tudom, biztos dumál valami izgalmas sztorit. Micsát, nem látom az arcát, dumál. Köszönöm. Lehet, hogy a saját szüzességének elvesztése. Az nagyon alakít. Nem hiszem, hogy igen, képzeld, állam, ez úgy gyerekek, volt 30 éves. Az közvetlen Segesvár után történt. Igen, amikor nem akkor, amikor Komárom elesett. Akkor esett meg neki. Amikor Segesvárnál rohant Petőfi. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia, István! István, igen. Honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről, mivel foglalkozom? Hát egy raktárvezető vagyok egy bútoripari járnál. Azt a mindenségét. Neki milyenek a kérdések, Jelim? Azt mondja, hogy szerintem annyira könnyű, hogy már én kérek elnézést. Komolyan? Szerintem igen, laza. Egészen nem nyertedékeny senki semmit. Úgyhogy... Így szól az első kérdés. Milyen művésznéven vált ismerti a hazai zenei életben Pityinger László? Pityinger László, ki lehet ő? Hát nem tudom. Pityinger Laci? A Majkával voltak. Megyünk lopni. A Pityinger meg a Váradi. Jó, megyünk lopni alapján. Sokan szóba jöhetnek. Ha megyünk lopni, azért ez mostában igen. Sokan magukra akaszthatják. Vagy sokan mondhatják, igen. Na jó, hát nem. Pedig ez ennél könnyebben tényleg nem lehet. Dope Man. Jó. Sajnos nem vagyok ebbe a stílusba így benne, úgyhogy nem nagyon tudtam. Köszönöm. Jó, hát ez egy gyors játék volt. Köszi a játékot. Most köszönjük szépen. Szia. Csáó. Ugye Janira. Milyen, ha iszik. Igen. Ciao, elő. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Azért is illet volna tudni, mert ugye már ő nem csak zenészként van jelen, hanem hát ilyen közéleti emberként, és már mindenféle zűrös ügye volt, tehát szerintem mindenki tudja. Jó, tegnap az volt az első kérdés, hogy Petőfi melyik évben írt a nemzeti dalt. Most holnap mit kérdezek, hogy hány óra 2 van? 2 meg 2. Hány óra van? 9:26. Így van. Jó. Nem, ettől azért nem menjünk el nagyon blödlibe. Tehát nem most azért, mert két hallgató nem tudta az első kérdést, holnap tényleg ne kérdezzél valami nagyon. Csak egy kérdő szó lesz, menj. Igen. Mi volt Kossuth keresztneve? Ki? Tehát ne. Igen. 4 perc, pontosan 9:30, jövünk mindjárt, a nap legjobb pillanataival. Egy jó kis YouTube, hát ez... Ez egy jó dolog. Menő, a végét kicsit elhúzták. Kicsit elhúzták, igen. Már le lehetett volna rántani. A jó filmbe jó volna, de hát abba jó volt egyébként. Abba igen. Én mindig egy picit ilyen kényelmes zenészeknek tartottam őket. Tehát, hogy
Ez melyik Batmannek volt a... Hú, már a Christopher félek... Nolan-es Batman trilógia valamelyikének? Én félek, előtte? Hogy a... Pont ezen gondolkodtam, én is nem néztem meg direkt a neten. El lehet, hogy ez a Val Kilmer-esé volt? Aha, nem tudom. Az egy nagyon... Csak tudom, hogy Batman. Nem volt erős. Batman zene. Hogy érzed? Én azokat nem szeretem, én az újkori Batmaneket szeretem, azok jobbak. A Christian Bale-eseket. Hát igen, abból hármat csinálta Nolan, azt hiszem. Hát ő egy zseni. Csillagok köz, láttad? Interstellar. Nem láttad? Interstellar Irona. Interstellar Irona, igen. Á, gyönyörű film egyébként, nagyon szép, szép film, jó film. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Itt volt nálunk Bio Gabi, és most nem azt ismételjük, amit ő fő témának hozott, hanem amiről előtte beszélgettünk vele, az pedig a folyadékfogyasztás, mert megdöbbentő dolgokat mondott például arról, hogy hány felnőtt ember iszik úgy ásványvizet, hogy lehet, hogy nem is kellene annyit inni, és például este lefekvéshez már sokkal inkább tisztított vizet, és hogy van egy bizonyos kor, ami fölötte repeng, aztán pláne oda kell figyelni. Úgyhogy erről beszélgettünk, érdekes dolgokat mondott Gábor a vízfogyasztásról, valamint korra reggel elmeséltem nektek, hogy megérkeztek a szelektív kukák. Meghozták, és ezen mi is egy picit csodálkoztunk, megköszöntük az illetékeseknek, hogy drágák, köszönjük szépen, de hát már pár napja zajlott ez a szelektív kuka szaga itt ugye a Morning Show-ban, és tegnap ezt az önkormányzat megelégelte, ott a lakom, és kiszállították a szelektív kukát, hát erről meséltem nektek. Elővetted a listádat, a kukákat kipipáltad, és utána pedig aláhúztad, illetve el is mondtad, hogy most már egy jó kátyhúzás rá kéne az. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt, pontosan egy perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Egészen megdöbbentő dolgokat árulnak ilyen tévés telesopokba, ezt néztél. Hihetetlen. Ez a mostan, ez a fordító serpenyő, ez a csúcsok csúcsa. Na, és ilyen fantasztikus dolgokat főznek bele, mint például a sajtos tészta. Bizony, mert fasírtat is lehet. Azt a mindenit. Erőfasírtat. Erőfasírt, így van, hogy egyet fordít, azt átesik a fasírt a másik oldalá, a lótus oldalára. És hogy tudnak mosolyogni mindent. Uh-huh. És a rossz az mindig fekete-fehér kép. Igen, igen. Igen. De össze van dobálva. De jaj, Istenem, de szép. Csabi, hello, jó reggelt. Jó közben. Reggelt, szevasztok. És aztán ez a tévé mindig így marad. Keresem néha itt a papírok alatt a kapcsolót, és néha felnézek, és én is látom ezeket. És aztán gondolkodom, hogy miért nézitek ezt reggelte? Nem, ezt már nem nézzük. Tanulni szerettem? Nem, hírműsorokat nézünk, és aztán ez bekapcsolva marad, és a hírműsor után a moka után ez van. Aha. És akkor ebben mindig beleszaladunk, hogy és én ezt kéne venni. És te már csak erre jössz, te már ezt nézed egész délután, igen. Tehát tegyem neked teniszre? Nem, Csabi számára a távirányító egy megfejtetetlen titok. Tehát, hogy nyilván egyébként valóban az van, hogy van itt egy ilyen kis doboz is, amit kapcsolni kell. Annak a távirányítóját soha nem tudtam megtalálni. Fel. Nem. Épp ezért csak egyetlen egy dolgot tudok, felhangosítani a tévét, lehalkítani, vagy kikapcsolni. Szívesen átteszem. Nekem még nem tenisz, most nem tudok neked. De jó meccsek lesznek, vagy jó mérkőzések lesznek ma. De akkor mesélj erről, légy. Nem, semmiképpen nem akarnám. Van egy fölösleges 5 percünk, meghallgatnánk. Nem akarnék senkit untatni ezzel, hogy mi történt Gyokoval, meg milyen meccse van Nadalnak, meg egyébként, és hívjuk a naphallgatóját, inkább az jobbnak tűnik. Jobb ötletnek tűnik. Apa, anya, 3 gyerek. Megvan? Hát várnak a szuper. Bukák. Korog a gyomruk, kedvük remek. Ezt mondjuk kifejezetten utáltam, ezt az almadart. Folyton az ocsán. Morítotok! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello! Na, mi a helyzet? Hogy hívnak? Peti vagyok. Peti, írtál nekünk SMS-t. Bizony. Ugye? Hogy anyukád hogy jött rá arra... Bizonyán. Igen, hogy anyukád hogy jött rá arra, hogy te már aktív szexuális életet élsz. Ugye ez volt a témán 9 után. Szülőket kértünk arra, hogy írják meg nekünk, hogy gyermekük, hát mikor találkoztak, mikor szembesültek azzal, hogy gyermekük már ugye igazából nagykorúvá vált. És Peti, te írtál nekünk egy nagyon helyes történetet. Mi történt? Hát ugye a barátnőmnek küldtem volna az üzenetet, de félre ment. És a matek tanár nem kapta meg. És másnap reggel, amikor bementem, ugye mutatta, hogy először még azért a leckeit. Megpróbálnám megcsinálni, utána majd beszélhetünk máshol is. Azt már kérdezi, honnan tudtad a matek tanárnő telefonszámát? Megvan mindenkinek a matek tanárnő telefonszáma?
anyámnak a barátnője is. Ja. Ja. És elküldted neki ugye, hogy megcsinálnak, mint a kis széket. Csak nincs ebben, amikor ezt az ember a matek tanárnőjének küld. Mire ő mondta, hogy először a matek leckét kéne megcsinálni. Igen. De ez már régen történjél, nem? Hát persze. Milyen volt a matek tanárnő egyébként? Annyira nem bántad, hogy rossz helyre ment az SMS, vagy értsük úgy, hogy nagyon bántad, és akkor érteni fogjuk? Hát, hogy is mondjam... Rossz helyre ment. Aha. Ja. Jó, értem, nem kell, értem én. Inkább állva maradtál volna. Igen. Oké, jó van. Peti, te vagy a naphallgatója. Hát, helyes volt ez az SMS. Elsősorban inkább szülők írtak, de aztán gyerekek is becsatlakoztak. Akik annó gyerekek voltak, azóta már fölnőttek, és megírták nekünk, hogy buktak le a saját szüleik előtt. Egy szép kis ajándékcsomagot adunk neked, illetve van plusz ajándékunk, hallgass meg a reklámblokkot, jó? Rendben, köszönöm. Nagyon szép kis ajándékok. Hát micsoda, gyönyörű. Gyönyörű ajándékok vannak, úgyhogy figyelj a reklámblokkunkra is, jó? Oké. Köszi, Peti. Köszi, sziasztok. Ciao. Hello. Azért ez egy érdekes élethelyzet, nem? Csabi? Ugye? Én nagyon-nagyon sokszor adok hálát az égnek, hogy fiaim vannak, de amikor eljön majd ez az élethelyzet, hogy abba a korba kerülnek, akkor meg még inkább hálás leszek, hogy nem lányom van. Tehát nem tudom, hogy tudnék higgadt maradni, vagy hogy tudnám kialakítani azt a kapcsolatot. Már most azt érzem, hogy teljesen elvesztettem azt a fajta kapcsolatot a gyermekeimmel, hogy bármilyen lelki dolgot velem osztanának, meg az anyjukkal megosztják, mint ahogy olyan is mesélte, és aztán anyuka szépen elmeséli nekem is. De hogy ez majd... Te meg szépelted őket foci meccsre, mi? Bizony. Ez a leosztás. A fociról órákat tudunk beszélni. Jó, de majd amikor a csajozógép Romeo beindul, amikor majd rájön, hogy milyen adottságokkal rendelkezik, Csabi mondott egy nagyon jó sztorit, csak tényleg röviden, amikor elmentek mellette ismerős kislányok, és összesugtak, és azt mondták, hogy ez a Romeo apukája. Nem azt mondták, hogy az Abaházi Csabának a fia. Ez a Romeo apukája. Hát, Romeónak elég a jó adottságai vannak. És még csak 11 éves. Igen. Hát de az a generáció már honnan ismerni a Csabit? Nem? Nem tudok vitatkozni. Hát, ennyi Csabikám, ez elment. Van egy generáció, akinek már fingja nincs arra, hogy te ki vagy. Hát dehogy nem, hát hallgatják a kívánságot. Dehogy hallgatják. Hogy hallgatják iskolában, hogy foci edzés. Saját edzés. A kívánságműsort hány gyerek telefonál? Nem. Saját maguk töltenek le zenét, és saját maguk válogatják össze, bár nagyon jó Oli Ozmo, meg YouTube-puntyum, de hogy hidd el, hogy saját zenéket töltetnek. Töltenek már le a Spotify-ról. A Spotify-ról, meg nem tudom honnan. Szóval ők már nem tudja, van egy generáció, mert nem tudják. Hát épp ezért jó, hogy tudják, hogy én vagyok a Róma apja. Na pirítsad, akkor mit hallgasson a generáció? Na most előkerestem, biztos nektek is... Stevanovics Dusán szerzeménye a... Biztos, hogy nektek is van olyan, hogy eszetekbe jut egy-egy ilyen nagyon-nagyon régi sláger, és kíváncsiak vagytok arra, hogy az a zenekar az alkotott-e még valaha valamit az életben. Jonas Blue. ő friss, ő most indul ezen az úton. De van az Underdog Project, a Jesse Glynn, Glenn, Gloon, de ezeknek mind több van. Az Underdog Projectnek volt a Summer Jam című daluk 2000-ben. Igen, de jó volt, ez nagyon jó hangulatú dal volt. Szerintem nagyon jól sikerült. És hát utána néztem, hogy egyáltalán létezik-e még a zenekar, létezik. Viszont az a lemez, ami rajta volt ez a Summer Jam, ami 2000-ben jelent, az egyetlen lemezük. Tehát mondom, 16 évvel ezelőtt. A zenekar azóta is létezik, koncertezik, de nem készítettek új lemezt. Hát nem értek rá, sok volt a buli. És ilyenkor értetlenül állok, és tök jó, hogy van egy jó daluk, de mondjuk próbáljunk még egy dalt mondani erről a lemezről. Vagy ettől a zenekarról. És most megtalálták a lemez tegnap rovarírtáskor a szekrény mögött. És hogy hány ilyen nagy sláger van, hogy egyszer így elsül a kezük, és aztán utána nem történik semmi. Hát nekik ez nagyon, nagyon jól sikerült. Bár állítólag egy korábbi Fiesta című dalnak a részleteit használták fel, így szemplingelték. Nem lopták, hanem... A Fiesta egyik talán. Nem. A Fiesta az egy zenekar volt, az egy Fiesta című az dal. Az már működött, az igen. Már halmozott lett. Az én sem szintén hittem, hogy a Fiesta zenekart adom. Gyere, érezd, Vibonita! Ekkora baj, a Fiestátok kell lopni valamit. Valaki visszalopta. Nem, a Sun Clubnak volt egy ilyen Fiesta című dala, és annak a részleteit használták fel. Aha. Csabikám. Hát ezt ajánlom most akkor nektek a Summer Jam-et. Úgyis olyan jó idő van meg minden. Jó, meghallgatjuk. Jó, meghallgatjuk. Szépen. Megjött már hidegfront? Én nem érzem. Nem? Érzem már a derekat. Nem mondtak valamit, hogy a nagy hidegfront. Jön a fene, egye meg. Jön a napsütésnek már viszontlátás.
Igen? Már be van borulva az ég szőr. Mint az öreg mapetek. A fene helyen meg más. Sosem lesz már 2 forintot, meg a 3 forintot. És tényleg. A hideg front is eljött. És idáig jutottunk, már csak az időjárásról tudunk beszélni. Nem, csak hogy meglegyünk időben. De már elköszönünk. Na, drága hallgatók, tényleg meg vagyunk. Holnap még 1 milliós államkonyhára lehet benevezni. Jó, vagy be lehet nevezni. Úgyhogy tessék figyelni a részleteket. Utolsó esély valakinek, hogy még döntőbe kerüljön. Úgyhogy lesz még egy felismerető hang, azt kell majd kitalálni, és holnap valaki aztán meg is nyeri ezt a konyhát. Hát két tehát legjobbat akkor összeeresztjük, és hajrá. És aztán még ők hangot utánoznak. Jó, úgyhogy holnap mondjuk még a részleteket. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, a telefonszám kérjetek, de mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.